your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Gondoltam, megvárjuk a többieket. Mégiscsak viszonylag viccesen hangzik egy ember hangja a rádióban, amikor hárman vagyunk műsorvezetők. Szevasztok, jó reggelt! 6:45 van pontosan, és gyakorlatilag semmilyen hírünk nincs senkiről, illetve állítólag Janit már láttuk ma reggel, de ez se biztos. Azt mondta, hogy neki nagyon rossz napja van, és kiesik minden a kezéből. Ha Balást véletlenül látjátok az úton errefelé közlekedni, akkor dobjatok egy SMS-t. Jó reggelt, szevasztok mindenkinek! Már kedv van, mi van? Ki írt? Ja, semmi. Ja, csak egy Zsül kapott egy SMS-t, hogy... Nézed a telleredet, Zsül? Hát nem nézed hát a telefon? Hát nem nézed? Komolyan mondom, nem nézed azt a telefon? Hát milyen, minek milyen írsz nekem SMS-t, ha utána válaszolok rá, viszont meg már nem nézed meg. Hát milyen telefonszögő vagy? Hát mi van itt? Hát mi van itt, kérem szépen? Mi van itt? Hát jeleltem neked. Adtam információt, hogy mit tegyél. Felkészítettelek, felgyúrtalak. Hát. Ott van, megjött? El is írtam, háromszor elküldtem, egyébként elírtam. Na itt vagyunk, csak János, amíg belemerültünk a beszélgetésbe, aztán jeleltem Zsülnek egy kicsit, de nem, Zsül nem vette. Nem tud olvasni ilyenkor reggel, csak írni tud igen. Nem teszik ki az üzenetedet föl, arra neked? Nem teszik ki, mi? Nem. Jó. Semmi baj, hát figyelj, lehet ezt így is, csak ugye, hát jó. Csak nem helyet, hát persze, megcsináljuk ezt így is. Nem akarsz egy egészséges jövőképet, akkor persze csinál. Játszhatunk így is, csak ugye nehogy aztán következményei legyenek. Na jó reggelt mindenkinek, itt vagyunk. Mi újság van? Mindenki jól van? Mindenki. A legjobban. Hát egyébként én nem. Én marhára nem. Bejött ez a nyomorult front, ez a hideg front, mint mondtuk, amiből egyébként a hidegből semmit nem érzünk egyelőre, viszont valami ilyenkor mindig van a levegőben. Persze lehet, hogy arról van szó, hogy ugye mi már a P oldalon vagyunk, hogy Balázs előszetettel szokta ezt hangoztatni, kicsit egyébként így menekülve a szituációtól, hogy ő is egyébként mindjárt a B oldalon, ez nem mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy bejött valami front, és ilyenkor ez az a hideg front, igen. Szétesek. Tehát, hogy kiesik minden a kezemből, lekésem a villamost, a szokásos kis reggeli napi rendem az egész úgy borul, ahogy egyébként van. Tegnap jöttem egy kicsit mozogni, mint akit agyonvertek. Egyszerűen borzasztóan éreztem magam. Az, mert ugye Moni ilyenkor kilószámra kapkodja mindenféle ilyen fejfájás csillapítókkal, tehát hogy még érzékenyem sajnos ezekre a szituációkra. Harpleszes tetszó, ez a harpless. Sugároznak minket hárpal. Biztos vagy. Ez már a is, hogy az lett. Nekem mindegy egyébként, hogy mi áll a dolog mögött, de szörnyű. Tehát, hogy egyszerűen darabokra hullok ilyenkor szét. Borzasztó. Nem, nekem a magyarázat, én éjjel egyik forgattam, úgyhogy én legalább tudom, hogy mitől vagyok fáradt. De tudsz élni, te komolyan mondom. Én nagyon belehúztam. Mi csináltuk az első nyárzáró partit, mert ilyenkor mindig az van, hogy így megtoljuk az utolsó napokat, hogy nézzük, mi van, férfiak vagyunk-e még, vagy már kislányok, hogy bírjuk, már egyébként sehogy. De ez kit érdekel, mány év után, nem? Már tök minden gyerek megvan, úgyhogy nem érdekes, hogy az emberek így még belehúznak, érted, a nyár utolsó három napjába, ő nem, ő érted, egy hedonista állat, aki hajnali egyik csinálja. Így van. Meg is van az eredménye, ki is vágtak a műsorból. Így van, kell a munkavágónak. Mire kiírtja az összes jó poét a műsoraiból, addigra már. Nagyon menő. Ez egy tudomány egyébként. Később fekszik, igen. Tudomány kivágni a poénokat a műsorból, tehát az... Még nem néztem meg a teljesítmény tartalomra gyúrtok. Viszont hát a jó hír, már a hírekben is benne van, hogy elintéztük megint. Ki intézte el ez a reggeli műsor. Jelesül az, hogy a paralimpián induló sportolóink abban az esetben, én már magunknak tudom, Jani, tudom, mit akarsz mondani, igen. Ez engem nem érdekel. Mást is az érdekelt ez a téma, de nem baj. Nem, azt mi csináltuk? De mi? Elintéztük, hogy ha arany lesz, akkor nem a felét kapják. Még nem tudjuk mennyit, de te többet. Paralimpikonok. A paralimpikonok, így van, tehát az ott induló sportolók, ugye az éremmel, ezzel beszéltünk valamelyik nap, hogy 35 millió van a idézőjelesen mondom, a rendes olimpiai győzteseknek, igen. És a paralimpikonoknak pedig 17,5, és most ezt
újra tárgyalják, és 18. több pénzt fognak kapni. Na, hát ez mindenképpen jó. Akkor is, ha 18. Nem, nem éljük, annyit, amennyit az a egészséges. Ezt nem tudjuk, de többet. Több, annál is többet? Már nem. Hát nem, nem az többet, a 17 és félni. Jó, 17 és félni többet. Na, hát ez mindenképpen jó hír. Megérdemlik. Mindenképpen jó hír. Beszéltünk mi is róla egyébként. Hát kapjanak ugyanannyit, az lenne a legjobb, nem? Hát igen, korrekt és tisztességes az lenne nyilván, de ha már följebb tornázzák, akkor az is jó. Meg hogy egyáltalán foglalkoznak vele, szerintem az is tök jó. Tehát, hogy egy már terítékre került a dolog, és nem homokba dugott fejekkel találkoznak, az már szerintem tök jó, hogy ez beszélnek jó. róla. Ez jó. Úgyhogy ennyi. Igen. Ennyi a dolog. Szombathelyen más utanap, azt írja valaki. Uh-huh. Itt is egyébként nincs rossz idő, tehát ez egy nagyon látható az a hidegfront volt, semmi. Tehát nincs eső, nincs egy szél, volt egy kis zivatar reggel, de egyébként jól. Váramolták a hét egyetlen esős napját, ehhez képest aztán megnéztem az applikációmat, és 3% esét mondott. Abszolút semmi. Semmi. 28 fok lesz, hát azért ez nem egy ősz, szóval attól még ne vegyünk nagy kabátot, mert most mindenki riogatott már tegnap bennünket, este jött egy kis szél, vagy legalábbis ott felénk, meg pici felhő, de az se volt semmi. Nálunk nem is esett. Nem esett semmi? Nem, semmi. Nem, nem, akkor jó. Semmi. Akkor jó. Picit bíztam benne, de aztán ebből megint locsolás lesz. Na mindegy. Mindegy, ez nem olyan nagy probléma, mint a gyerekeknek az, hogy már mennek iskolába. Tegnap este még hallgattam őket hajnal egykor fent a fürdőszobába, fogmasás közben, hogy még itt visongattak az utcán. Ah, meg itt ja, úgy, azt hittem, hogy a virág van fent. Nem, a virág. Virág liberális szülői elgondolás ez. Nem, virágnak korán kellett tegnap lefeküdni, aludni, mert kihúzta a gyufát a gyerek, ahogy nem, látom nem, az nem, abszolút. Nem, megtört egy helyen a mobil telefonjának a töltőkábele, és lemerült a telefon, és nem tudta feltölteni, és ezért feküdt le korábban. Te voltál. Hát óriás dráma volt. Te függő a gyerek, úgy érzem. Egyértelmű. Ezt de hát most 10 fiatalból 9. Hát kb. Igen, hát ez erről van szó. Csak nálunk mondjuk az a helyzet, hogy ugye nyári szünet ez még oké, még lehet, aztán szeptember 1-től viszontlátás a telefon, viszontlátás a számítógép, mi ezt nagyon keményen be szoktuk tartani, úgyhogy tűzzel, vassal ezen mindig áttoljuk a gyereket, nem annyira örül neki, most nyáron lehetett mobiltelefonálgatni, szeptember 1-től nem lehet. De nem neki. Ha kelljen föl, vagy adják át, hogy írjátok meg Tinderre. Ja, nem, ott még nincs. Akkor Facebookon. Na, legyél egy kicsit őszinte. A Messengeren. Te törted meg a kábelt. Nem. Na. Nem. Hogy ne tudjon. De, ne. Ettől függetlenül majd elmegyek, aztán veszek egyet. Mert nem kell neki egyet, mert mondom. Tényleg de óriás dráma volt. Gyártottad. Mit? Amit én kaptam, után gyártottad, de nem, hogy valami eredeti. Tehát nem. Viccelsz. Azért mondom, hogy... Hát azért, hát nem egyből egy eredeti kábelt veszünk, de nézd meg, működik-e, után gyártott alatt. Csak arra vigyázz, hogy le ne égjen a ház, tehát hogy az óvatosan. Tudod, az után gyártott az azért veszélyes, az túlmelegszik, aztán... Nem, után gyártott lesz, nem lehet. Magunkos porulunk a gyereken, nem. De nem azért, mert nem akarnék, csak túl igényes. Nem, az után gyártottat nem veszi észre egyébként. Mit? Várom van a kocsim. Ez a gyerek már mindent észre. Mindent kiszúr. Na, nézzünk egy-két SMS-t, azt mondja, hogy szeretni megköszönni, hogy tegnap reggel műsorban felhívtatok, tök szuper napom volt, ettől a gesztustól sajtos Mónika küldte nekünk. Móni volt az egyik hallgató, akit tegnap felhívtunk, és nagyon örült neki. Aki például szerintem Móni volt, aki takarított talán, nem? Egy nagy házban. Igen, Ausztriában. Aki havonta egyszer 20 darab bagyot is letörölt. Yeah. A bagoly fetisiszta osztrák. Fényes bagyok. Igen. Azt mondja, hogy... Azt mondja, szívesen beugranék egy kávéra hozzátok, de úgy, hogy nem csak ígérgetem, minden reggeltiteket hallgatok ira. Már hát még van egy kávétartozásunk, először neki kell megfőzni, aztán jöhetsz te is. Igen, Klaudiának. Klaudia, de Klaudia nem jött. Klaudia nem jött, úgyhogy mindegy, most van is jöjjön, ez már. Ez a hajó már elmár. Félső. Mindegy, nagyon hittem benne, nagyon biztam, mert mindegy nem érdekes. Igen. Giga baleset az M1-esen Budapest felé az 55-ös kilométernél, de ez 3 óra után jött, tehát szerintem az a dél már lehet, hogy... Lehet, hogy megoldódott, Kőszeg pedig be van sípulva. Mi be van borulva, az azt jelenti? Besípult. Gondolom, igen. Az lehet, hogy azt jelenti. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk a tegnapi adásban. Melyiket akarjuk? Mind a kettő jó volt. A bunyó a főtéren? Azt nem ismételtük, ezt megmutathatjuk. Feri hozott egy történetet, miszerint bunyóztak valahol. Hol bunyóztak? Baranya megyében, Helesfa. Helesfán összeverekedett egy 72 éves, meg egy 65 éves. Igen. Nénye, ráadásul. Túlfűtve valamin összekaptak, és azt próbáltuk meg kitalálni, hogy
De mind. De aztán beszéltük is, hogy helesfai hallgatók, aki elmondta, hogy náluk falomalapon az előfordulnak csúnya dolgok, tehát ezeken a kis bunyokon már nem is lepedik meg senki, mert ez teljesen hétköznapi események arrafele. Igen. Minden esetre azért az érdekes jelenség, igen, hétköznapi, de azért amikor egy 72 éves, meg egy 65 éves öregszik, azt megpróbáltuk kitalálni, mi lehetett az indíték. Hát valami van a levegőben, jó, a jó genetika. A jó genetika, szerelemféltés, vagy bármi más, úgyhogy ezt megmutatjuk, aztán jövünk még vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. 2 perc múlva pontosan 9:30, hello mindenkinek, itt vagyunk. Na hát ez történt, vagy ez is történt velünk. Tegnap a sajtos volt Monika, közé elküldte. Igen, nem a takarító. Nem a takarító, hanem a sajtos volt. Igen. Hanem a sajtkészítő, akiknek egész jól megy. Ahogy elmondta. Igen, megnéztük a videót egyébként, fönt meg, van. Fönn van a Facebook oldalunkon is. Nem hiszed el, MC haver, ezt kell beütni, és ott van. A Facebook oldalunkra is feltettük, a két ember az hát a makonya részegen esik be egymás után a színpad mögé, mintha ezt elpróbálták volna. Valóban. Valóban kemény a videó. És valószínűleg egyébként előzték meg próbá az eseményt már. Igen. Hosszú évek során. Akkor már itt testből elhúzod magad, és próbálod kiegyensúlyozni. És nagyon nagy volt az összetartás, beesett az egyik, és beesett a másik. Hát, ilyen az igazi barátság. Igen, nagyon, nagyon, nagyon durván tolják. Na, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Nem jól, mert tegnap bedurantottam egy feketét, szerintem kb. A 10. másodpercben, úgyhogy egyelőre a hallgatók vezetnek. Tehát most altatunk. Most altatás van, lehet mondani. Első pontot odadobtuk, odaadtuk, hadd vigyék, és akkor majd innen jövünk vissza. Jó, jó, akkor jelentkezzetek játékra. Drága hallgatók, még jöhetünk, még ti is nyerhetitek a helyet, úgyhogy semmi nincs veszve. Jó, aki játszana velünk, dobjon SMS-t, és akkor lehet, hogy van rá esély, visszahívjuk. Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk a hírek után mi is. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 3 perccel, itt vagyunk már is. Ez nem jó ez a reggel, gyerekek, nem jó. Nem, Jani leölti magát vízzel, nekem lefagy a gépem, elhagyom a fülesemet. Van egy rosszul induló reggelek, ami nem rossz, csak ilyen balszerencsés reggel, ez az lesz, érzem. Az egész nap az lesz ilyenkor. Az oldalamat leöntöttem egy pohár vízzel, de hogy így nem is tudom, tehát ha akartam... Felborult a koordinációt és a szemedbe akartad? Valamivel szemedet akartad kiobítani. Csak már nem a régi a koordinációt. De nem, tényleg, szóval, hogy valami nem stimmel. Én már szétvertem a laptopomat, mert egy videót nem tudok rajta megnézni normálisan, szóval, hogy így komolyan. Hát most mi ez itt? Mi van itt ma? Igen. Ráadásul Viki Sándor bejön, persze nem tudod megnézni normálisan. Én meg kell állítanom. Ez a harp, ez biztos, hogy a harp lesz. Most megint hiszünk benne? Mert ezt már egyszer elengedted, nem? Vagy a harpot, nem? Mindent elengedtem. Tudom, téged már semmi nem érdekel. Alapján mindent elengedtem. Na, megnézzük, hogy van a játékosunk, jó? Azt mondja, hogy 2-0, vagy 1-1, vagy 3-1, vagy 2-0. 1-0. A hallgatóknak. 1-0 a hallgatóknak. Hát akkor nézzük meg, hogy ki a hét második játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggel, Tapek. Hogy Szerintem ezt a srácok nem vették magukra. Biztos, hogy nem veszik ezt magukra. Hello, Áron, jól mondod? Igen, jól mondod. Most még kimondhatod. Hány éves vagy? 18 éves. 18 éves vagy. Aha, hát akkor értem. És mivel telik a mai napod, Áron? Ma semmi különös, még elvezem ezt az utolsó két napot, hogy nincsen sztori. Utána hova mész? Suliba. De akkor gondolom, de hova? Már nincs, hogy hova. Tehát milyen iskolában? Gimnázium, szakközép, szakmunkás, kisegítő. És mi vagyunk CNC a tatták? Tessék? CNC gépkezelő. Az jó szakma. Abban el lehet helyezkedni külföldön is. Már így kell gondolkodni. Nagyon jó szakma, biztos, hogy lesz helyet külföldön, igen. Pontosan, meg jó is tett a kérdés. Hát külföldön biztos, igen. Igen. Oké, Áron, és mivel telik a reggelet? Hogy akkor ilyen korán fönn vagy? Mi nem alszol? Vagy... Még lesett a kütten. Na, tényleg? De jó vagy. Komolyan, de semmi bulizás nem volt sajnos most. Ha nem, mit csináltál? PC-sztel játszottál? Laza sorozatokat néztem. Na, mit? Na, mondj valami jót, ajánlj valamit, mit nézel? Belőletek élek, én is Narcos néztem meg, nem, hogy így...
Mikor jön a második évad? Szerintem a napokban már, sőt, azt már játsszák is, az az Escobarról szóló, Pablo Escobarról szóló kolumbiai drogbáró életét felgöngyölítő történet. Jó. Kifejezetten jó sorozat, Narcos az a címe. És még mit néztem? A Ember a Fellegvárban. Az nem rossz. Na, azt én viszont nem ismerem. Könyvbe, legalábbis. Igen. Most... Könyvbe meg most jöttem el olvasni. Szeptember 2-án van pénteken. A második pénteken. Epizód debütálása Narcosnak. Igen. Igen. Akkor majd nézzük a... És akkor hány részt nézel meg? Hát ilyenkor ameddig bírom. Ameddig bírod, de mit 5-6-7 sorozat, hogy Hát most még van időm, ilyen 3-4 sorozatot megnézek, utána pihenek. Lefekszik egy kicsit talán. Reményteli jövőkép. Igen. Oké, okay. Na figyelj, jó, és nyári szünet van, tehát ilyenkor ez lehet, aztán majd, ha indul a suli, akkor már nyilván kevésbé. Jó van, szülők beleszólnak? Velük laksz még? Nem laksz velük? Mi a helyzet? Persze, velük lakok, nem szólnak vele, hát felnőtt ember vagyok. Hát persze, meg alszanak ők ilyenkor normális ember. Persze, ők járnak dolgozni. Hát persze. Jó van, kivel játszaná? Veled, Balázs. Úgy érzed, hogy legyőzhető vagyok ma reggel? Nem, tudom, hogy legyőzlek. Nagyon helyes, ennek így kell nekiállni. Hát. Nem érzi, tudja. És miből tudod, Áron, miért, hogy ennyire van? Előbb mondtad, hogy bal szerencsés napot van. Valahogy úgy megbeszéltük, Jani, vagy ez a reggel olyan kicsit máshogy indul, mert semmi. Nem jön nekünk össze semmi ma reggel. De hát ez persze... Ez se fog hidd, de... Nagyon bátor. Jó. Én ennek örülök, ha valaki ennyire elszánt. Jó, lejátszuk azért, vagy odaadjuk előre? Hát, ahogy érzed. Mi játszunk azért egyet, aztán meglátjuk, oké? Rendben, nyomjuk. Jani? 3-2-1, fire! Na, Balázs. Itt vagy? Haló? Kérdez, itt vagyok, ne régi szakállas trükk. Szakállas trükk volt? Eléggé. Na mesélj egy kicsit még, mit csinál sorozatnézésen kívül? Hát edzek. Mit edzel? Edzőterembe járok. Kondizol? Kondizok. Az uncsi. Karom nagyobb, mint a tiéd. Hát. Tényleg? Hányos karod van? Senki sem éri meg. Nem az ízom. Na jó, Várj egy picit, lehúzzuk a zenét, hogy teljes csöndbe tud megmagyarázni ezt a nagyon-nagyon szörnyű, nagyon gyorsan bekövetkező, rettenetesen szégyenteljes és hihetetlenül nagy elfelekelést, amit kaptál. Mi ennek az okárom? Azt szeretném mondani, hogy gáz, az... hogy még ilyenkor is... Na jó, adattam, amúgy azt szeretném mondani. Már a végén, mert te komolyan, az elmúlt 20 másodperc, már azt kezdtem azt gondolni, hogy jó játékos vagy, de aztán rá kellett jönnöm, hogy igazából nem. Igen. Igazából nem. Odaadtam, hát most legalább ez legyen már, hogyha a frekvencia nincs. Ez most az utolsó fegyvered, mi? Csak ezzel tudsz visszavágni? Nem is voltatok olyan jók, csak azért nem bocsékat hallgatom, mert nálunk nem lehet őket fogni. Na mi van, savanyú a szőlő? Picit fáj? Nem, tényleg abszolút benne vagyok a nagyon elit társaságban, akik egyébként kevesebb, mint 20 másodperc alatt kikaptak, úgyhogy egy nagyon illusztris társaságba kerültél ezzel bele. Van jó. A hosszú arcoskodás, nagy arcoskodás után nagyon szép csapatba tettünk bele. Nagyon jó volt, tényleg előjátékban nagyon-nagyon ott vagy, az orgazmus része most egy picit elmaradt, de... De meg volt, csak elkapott. Hallgass meg, figyelj. Ez az, ami nem neked szól. Így van. Ezt neved magadra. Semmiképpen neved magadra. Egyáltalán nem neked szól. De te vagy a hét piárosa. Azért leszizettetek előtte, azt tisztázzuk. Persze. Napokig ilyen hosszú értekezleteket tartottuk, hogy mivel legyük meg Áront, hogy ne popsizzon el velünk. Ez élőadásban rettenetesen egyébként. Na jó van. Jól van, figyelj. Ha kieverted a vereséget és túl vagy alatt a lelkileg, akkor nézd meg még egy Narcos, hát egy kicsit jobb kedved lesz, aztán nem ám nagyon elkámpicsorodni, jó? Remélem, lettek azért valahol. Persze. Minden nap hallgatlak titeket. Na mi van, most barizunk? Igen. Na most akkor nyomd végig, ezt. Ne, hogy attól tudatlak még bírlak. Tudod, azt sírkedjük, akiket szeretnénk. Persze, de lehet. Mi mindig szeretjük, amikor valaki nagyon arc, aztán kikap. Mi is jártunk már. Én is jártam már itt, hogy túlmarcoskodtam, aztán nagyon kikaptam. Jó, akkor tolj meg le egy Narcost. Az Ember a Fellegvárban most azt ne erőltesd annyira, mert az inkább Balázs, most az Ember az alaksorban. Igen. Na jó van. Jól van. Bácsikai vagyok, szóval, hogyha jöttök, akkor... Figyelj, megyünk. Hát, hogyha avatják a Bud Spencer szobrot, teret, húszodát, mi ott vagyunk, találkozunk, gyere. Így van. Megyek. Majd ott találkozunk. Még egyet játszunk.
Három gondolja arra, a nyereség nem minden, a vereség meg egy nagy semmi, úgyhogy ezzel tudunk elköszönni. Vagy már. Részvétel a fontos, nem? Így van, köszi a játékot. Sziasztok. Így van, ciao. Jó, most egy picit majd Balázs sír egyet, jó? Mert tudod, csak a győztesek sírhatnak. Így van. Vigyázz magadra. Sziasztok. Aztán nem emelkám picsorodni. Ciao, ciao. Menj és sírok. Meg lesz az az érettség. Ez mindig olyan más lesz. Mindig kélyes borzongással tölt el. Nem? Amikor valaki ennyire arcos van, aztán nagyon kikap. Egy kicsit mindig jobban megünnepeljük a győzelmet. Mi is szoktunk, aztán mi is járunk így. Egyébként. Ez mindig. Nem? Jött, arcoskodott, elment, megy aludni. Ennyi volt, gyerekek. Hát következő? Holnap? Van? Nincs? Meg nem repültünk, magát. Ez az életrendje. Ennyi, gyerekek. Kicsit elpopsiztuk, azt ment a... Nem? 3 perc, pontosan 7 óra. Holnap jövünk egy újabb játéka. Most viszont jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Hétor után vagyunk 10 perccel, hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatóink! Itt vagyunk, és kezdjük a... Kezdjük a ma reggelt, 7 óra múlt 10 perccel, jó idő van, itt vagyunk, kezdjük a ma reggelt, 7 óra múlt 10 perccel. Igen, igen, jó reggelt mindenkinek! Igen, jó reggelt mindenkinek, hallgatott, jó reggelt, 7 óra múlt 10 perccel. És mit csinálunk? Amíg nem mondtam volna, és most kezdjük a ma reggelt. Illetve már el is kezdtük, de most kezdjük igazán 7 óra múlt 10 perccel. Uh-huh. És Áronnak még egyszer gratulálunk. Ja, elvesztett a játékot, bocs. Mezotúr határában mérik a gyomrend felé közlekedők sebességét. Speedy küldte, trafi van az M1-esen a 140-es kilométernél. Aztán az 55-ös Alsónyéknél mérnek a temetőnél, az 55-ösön, valamint Budapesten a 17. kerületi Kucorgó tértől a Küki terminál felé jól lehet haladni. Üdv Balnea futár küldte ezt nekünk. Hát ennyi. Már ami a közlekedést illeti. Kucorgó tér, hát milyen aranyos kis térnév, és akkor ott ezek a fiúk mérnek. Ott kucorognak. Történjen már valami. Valami történjen már. Készi hatalmas pofont bal kézzel. De ne kézzel, az túl sablonos. Vással. Mit van még? Mással. Tehát, hogy... Nem ez a felső volt rajta tegnap a tévében? Könnyen lehet. A tévében. A tévében, a TV műsorban? Ez volt rajtad. Nem csak ilyen. Ja. Aha. Tudod, hogy nincs szemed a divathoz, ne erről. Mondjuk ez jó, de azért szürke póló csak megismer. Merezgetted, de nem tudtad értelmezni azt a fölsőt. Megsajdult agyam. Meg nem mondom, mi volt rajtam tegnap, hogy nem láttam az első adást, mert hogy ilyen, forgattam. Szürke hosszú, ilyen. Szürke hosszú, ilyen. Hát ez egy hónapja volt, úgyhogy azóta azért, mert felvehetem újra egyébként. Igen, tulajdonképpen igen. Tudod, hogy mindig szívesen lopok el a forgatáson ruhákat. Tehát, hogy valószínűleg most is ez történt. Én is még mindig abból élek. Alkalmi ruházatok forgatásokra ellopok sok ruha. Szívesen magamnak tulajdonítok bármilyen jó ruhát, amit tetszik, úgyhogy elképzelhető egyébként. De ilyen sima, egyszerű, vékony, hosszú ujjú szürkéből egy 26 darab van otthon, úgyhogy... De nem jó. Nem jó vagy jó? Nem jó vagy jó. A műsor is jó lenne, hogy csak szóljál, mert ne írtsák ki belőle a poénokat, jó? Meg hogy igen, te ne csinálj egy drámát egy vígjátékból, jó? Köszi. Ja, most erre mi az Isten mondja? Semmi, szerintem nem nézd, nem láttad a műsort, nem tudhatod. Nem, majd figyelj, tetszett. Igazából én azért vagyok ott, hogy legyen az utómunkának dolga. Tehát, hogy... Igen. Te is dolgoztál velük, az utómunkán nem mindig érti a humort a fővágó. Sőt, nem is nagyon szereti. De Rakonca Gabi, tehát, hogy nem egy vicces ember, nem szereti, ezért nem is érti, és nem érti, hogy mások mind szórakoznak nagyon jól a vágószobába, ezért kijelöli eleje, vége, kuka. Tehát van egy csámó mellette, aki nevet, igen. És amikor ő nevet, az ki kell vágni. A következő egy hónapban úgy érzitek, keveset vagyok ebben a műsorban, az azért van, mert túl jó voltam benne. És ezért az utómunka vezetője azt mondta, hogy ne, Bali, nem kell, vágjunk igen. Minden drámára. Az a forró, hogy mindig együtt nevet a többiekkel, amikor sztorizgatnak, hogy és emlékszem, amikor Balázs azt mondta, hogy én ezt is kivágtam. Lehet, hogy ezt elveszi haza magának. Nem, vele már dolgoztunk a celebben is, nem. Mindentől zavarba jön, ami mások nevetnek. Úgyhogy igen. Kiváló utómunka, nagyon jó vágó, isteni keze van. Igen, egyszer humort nem ért és nem szereti. Ezért nem leszek képernyő nagyon a következő egy hónapban. De abban, hogy nem is műsorvezető központú. Hát ez a celebekről szól, és arról majd, hogy mik történnek ott velük ebben a villában. Milyen megpróbáltatásoknak vetik alá magukat. Például egy pallón kell átsétálni nagyon durva 2,5 méter magasan. Úristen! Na azért de volt szitu, mert hogy van, akinek ez nem sikerült egyébként. Valaki 30 centit halott elő, és utána feladta. Zseniális volt.
Tehát, hogy csak az a baj, hogy, hogy önmagában, tehát, hogy nem a drámai része, ami izgalmas ebben a dologban, hanem, hanem ez, hogy hihetetlen. Tehát nem hiszed el, és sírsz rajta. Tehát, hogy, hogy vicces. Vicces, csak hát, ami Gáborunk egy picit drámát csinál belőle, ami szerintem, na mindegy, nem, nem fejte meg az ő szakmáját, de azért ettől függetlenül voltak benne jó poénok, benne, amikor szobát választottak maguknak a szereplők, és a Kabát Petiék bementek egy szobába, és mondja neki az Adrián felség, hogy hallott, Peti? Ez zöld-fehér. Kabát, ugye, ha valaki esetleg nem ért a magyar futballhoz, az Újpest legendája. Az Újpest futballista, futballistája. És el is gondolkodott rajta. Hogy akkor ki jön? Hogy mit fognak szólni hozzá az Ultrá. Hogy egy zöld-fehér szobában alszik. Igen. De egyébként ők is nagyon szerethetőek. Viccesek. Na, képzeljétek el, hogy mi történt tegnap, amíg én forgattam. Csináljunk egy ilyen adást, én benne vagyok. De nem, mert akkor megint én leszek címlapon az abban, és én már nem akarok. De hallottuk is, nem akarok a legjobban, amikor igen, ilyenek vagyunk. Persze, csak mindig van egy utóélete, és én már unom magamat, aztán elolvasom, hogy kinek szóltam. Jó, hát vele csak egy vidám... velem, nem? Hát... Közben pedig Jani volt. Közben csak egy vidám reggeli műsort csinálunk. Képzeljétek el, szerintem a feleségem megőrült. Ó, szegény. Viki? De miatt? Nem, a feleségem. Miatt? De mikor? Elmondom, mi történt tegnap. Egy ilyen régi sztori? Elmondom, mire mentem haza tegnap, és meg fogjátok érteni, hogy ezért nekem se könnyű. Nekem se könnyű. Mert hogy történt tegnap, hogy ő kihívott szakikat. Kihívott egy kanasztára. Kihívott egy kanaszt a partira, és kettes, illetve Jolly kanasztából 120-asi körigben. Nem. Kihívott ilyen, hogy is mondjam, nem földmérőket, hanem olyan embereket, akik a földsugárzásokat mérik. Hartmann vonalak. Meg vízerek. Ilyeneket? Igen, Hartmann, Lej, Vízér, Szent György, Szent Kristóf, Szent Rugin, Szent Jakab, Sárkányölő, minden ott van. És különböző jeleket kerülgetek az ágyam mellett, mert a földre leraktak mindenféle ilyen szimbólumokat, és arra mentem haza, hogy Jézusom. Így van, kicsim, nagyon-nagyon örülök, hogy erre mentem haza. Hogy megvéded az egészségemet, az életemet. Arra mentem haza, ilyen fura ilyen diagrammák vannak a földön, és ilyen mindenféle ómjelek, meg nem tudom miket kell kerülgetni, mert hogy lerakták ezek a nagyon kedves emberek a földre, hogy ne feküdjünk mindenféle Hartmann lej, meg nem tudom vízérben. Áthúzogatták az ágyat, átrendezték a gyerek ágyat, és megfejtették, hogy hol alszunk jól, hol nem alszunk jól, és miért nem alszunk de jól. De jó, és nem lehet, hogy csak egy félreértés volt az egész, hogy a kertrendezés közben átvágták megint a vízvezetéket, és csak el kellett volna menni vízér. Igen, és azt mondta, hogy miért jöttem vízér. Én már el is mentem vízér, és addig lerakták. Te én el lettem küldve vízér. De kiderült, hogy... És jöttek ilyen műszerekkel, és bemértek minket. De volt előtte baj? Tehát, hogy már nem a Vikivel, hanem, hogy rosszul aludtatok. Van egy bizonyos hely, igen, ahol rosszul aludtunk. Egy bizonyos ágy, és azt most bemérték, és azt mondták, hogy itt sejtbúrjázás fordulhat elő. És hogy nagyon-nagyon komolyan egy ilyen Szent András törésvonalon fekszünk. Ja, tényleg. És leraktak mindent az ágyunk köré. Tessék? Tudom, most persze Szent György. És Sárkányölő. És dobáljunk be teljesen tudatosan, én oda nem illő dolgot. És leraktak ilyen mindenféle, mondom én, ómjeleket az ágykör, és ezeket kell kerülgetnem. De ez csak és jelzi, azt gondoltam, hogy tulajdonképpen ez már a vég. Aha. Tehát, hogy nem biztos, hogy van értelme tovább élni. És miért ilyen műszerre jöttek, pálcával, meg ilyen nem tudom mivel. Én nem voltam otthon, csak és hallottam. És hogy ingyen volt a dolog, az a nem, egy csomó pénzbe került. Csak azt egy másik egy alapítvány támogat. Meg kellett vennem egy elénykésztetet. Két zsugorfóliát, egy önmagát kihajtogató sátrat, és egy víztisztító. És egy nagyon durva ozmózisos víztisztítóra. Ott volt átrán, és ezt rosszták rá. Valahogy olyan. Ismerős a történet. És most ezeket a jeleket kerülgetsz. És vizsgáltam, hogy jobban alszom-e. És ez meg is óv ez a jel? Tehát, hogy meg óv, igen, jobban alszol. Jobban alszol. És most kirakadták velem a telefonomat az ágy mellől, mert megfejtették a guruk, hogy ne töltsük az ágy mellett, a fejű mellett a telefont, mert hogy az is 8 másodpercenként ilyen jeleket ad le, amitől ugye wifi, meg nem tudom, ilyen elektroszmog jellegű cuccokat, amitől megbolondulnak a gyerekek, meg mi is.
És ezért most nekem úgy van az ébresztőm, hogy ki kellett raknom a szobából a telefonomat. És ezért ilyen hajnalban megszól, aki rohangálok kibe-kibe, mert nem jöhet be a hálószobába a telefon. Aha. Viszont mivel kint van a hálószoba előtt, ezért a gyerekek felébrednek majd az ébresztőre. A gyerekek simán felébrednek, és a mondom a legdurvábbat, ami nem hiszed el, és azt mondod, hogy ez nagyon durva, hogy lefóliázta a mikrót. Ez nagy. Mert hogy sugárzik a mikró. De lefóliázta a mikrót. És azt mondtam haza, mert én nem akarok tovább élni. Semmi értelme az életemnek. És ennek itt kell, hogy vége szakadjon. Leszeded, utána pedig kívülről van így befóliázva. De akkor az ajtó is le van fóliázva. Nem, hát maga nem, az ajtó felé nyílik, a mikró meg ugye így van lefóliázva. Ja, tehát körbe, igen, és mivel? Alufólia? Alufólia van a mikró. Csak mondom egyébként, hogy a mikrónak az oldalán vannak ilyen kis nyílások. Azok nem azért vannak rá rajta azok a nyílások a mikrotokon, hogy könnyebb legyen, vagy hogy ne szakadjon be alatt a konyhaszekrény, hanem annak funkciója van. Tehát, hogyha azt az ember lefóliázta, az nem biztos, hogy annyira jó. Én laikusként mondom ezt, de így logikusan kigövetkeztettem. Úgy gondolod, hogy kinéz nekünk egy ilyen háztartási baleset, amikor leég a ház, vagy meggyullad majd? Igen, majd amikor leolvad és meggyullad az a polpak. A szekrény? A szekrényt is lefóliázta, mert a mikro egy szekrény van, amit kint ad a konyhaszekrényt és berakod. Nagyon jól néz ki a honyhátok, hogy ilyen mindenféle ja, és mondom, hogy a gyógyszerek nem lehetnek a mikró mellett, a homeopátia nem lehet a mikró mellett, át kellett pakolni mindent. Te teljes őrület, érted? Hogy hazamegyek éjfélkor, és ezt látom, hogy a feleségem elindult. Nekem az őrült nők, semmi gond nincsen, mert ők felvesznek mindenféle bőrruhákat, meg elfenekelnek ustorra. Nem, az arra még az nem mennék el. Tényleg a szex jobb, az ott, ami ott voltak az emberek. Tegnap voltak, és éjjel egyre értem haza, úgyhogy előre, hogy meglátom a befóliázott mikroszekrény, nem volt kedvem azt mondani, hogy na hát akkor... Megkerülgetted a földön az ómjeleket. Készülj, asszony, indulj zuhanyozni. Kerülgettem az ómjeleket a földön, és imádkozom, hogy ez elmúljon. Nem ómjel, azt mondja. Jó, tudom, nem ómjel, hát az ómjelet megismerem, hanem mindenféle ilyen, mit tudom, ami széthúzza a sugarat az ágyadból. Érted? Tehát, hogy ne... Tehát oda vonza a sugarat, igen, lerakták az ágy köré, tehát ahol te alszol, akkor ott nem sugár. Lesz semmi. És az egyikük a biztonság kedvenc is aludt az ágy alatt. Kicsit kipróbáltak. Van idegen nő egy műszerrel feküdt az ágy alatt, és ott horpasztott. És ott kerrege. És kérdezem, maga mit csinál itt? Azt mondta, még méreg. Elnézést, uram, elhagyná a lakást, éjjel egy óra van. Mit csinál itt a feleségem ágya alatt? Igen, vízér az itt nincsen, viszont itt van a kezem egy Geiger Müller számla, nagyon szép a ház, nagyon jó helyen van, de úgy tűnik egy atomtemető. Meg olyan másolagos sugárzáson, hogy besírtam. Olcsó volt a telek. Igen, ezért volt olcsó a telek, és drága a ház. Na látod, szóval, hogy értitek, hogy... Ez már végső elkeseredés, tehát próbált mást is a Viki, vagy ez volt az első ötlet? Én ezt nem lepődnék meg, a termékbemutatóra járna. Tehát rajta kapnám, hogy vett egy a csirkét önmagában olaj nélküli spontán megsütő, nem tudom, teflon lenne otthon, mert hogy egyébként hogy ez egy út. És nem kevés pénzbe kerültek az urakölgyek. Tehát, hogy így... Nem mondom, hogy az urakölgyek. Teszem hozzá az árujában, hogy rendeltetek lányokat, fiúkat. Hogy ezért, tehát, hogy úgy, na, én értem, hogy 15 kilométerre lakunk a nullás kilométer költő, de megkérték az árát. Tehát azért külföldről jöttek. Nagyon messzire jöttek. Megyen matrica kellett hozzá. Egy ilyen szellemírtó barkasszal jelentek meg. Mit mondtak, hogy mikor? Mikor jönnek majd az első jelek, hogy ez a dolog működik? Majd amikor már megy a határon túl, vagy ország határon túl érnek, és majd jeleznek vissza a telefonon Buenos Airesból. Amikor lefekszel, és felkezd, és érzed frissebb vagy, és megállapították a gyerek ágyánál, hogy melyik csücsökben ne aludjon, és akkor oda plusz állatokat pakolt Viki, hogy ott ne aludjon a gyerek. Persze hajnalban ott találtam meg, hogy oda, de csak arrébb húzom éjszaka. Plusz állatokat, és a gyerek oda megy, ahol a plusz állatok van. Igen, belefúrta az orrát a kedvenc kis csacsijába. Érted, hogy mekkora baj? Ellenőrzés kell, hogy jó végezték-e a munkájukat, tehát még egy kört rá kell eresztened. Na de jó, de hoztak ilyen önmaguk által kitalált műszert, amit most tényleg két fakanálból, meg egy iránytűből, meg egy madzagból, meg egy üreggolyóból összeraktak. Igen, egy fémbálfából, két szemüvegből, meg egy nagyítóból összeraktak valami műszert. Én nem voltam otthon, de hogy... Ilyen Y-os bottal jöttek? De az is volt a kezükben, ez a pálca volt. Igen. Ezt meg a sarkon törték, legoljaztak. Két ilyen részpálca volt állítólag, de hát nem mondom, nem voltam otthon, pedig lettek volna kérdéseim. Úgyhogy sugárzásmérőt is hoztak. Végig vizsgatták az egész lakást. Elménykedem, hogy nem egy ilyen betörő brigád előre se volt, akik így felmerték. Igen, aha. Ott egy plazma tévé, jó, számítógép. Igen, nagyon jó. Nincs sok mindent elvinni, de azért. És leadták a drótot, és most csutkára ki leszünk pakolva. Nem sokára. Kikérdezték Vikit? Viki ilyen jó hiszeműen elmondott nekik mindent. Mondták, hogy a széfet is be akarják mérni. Téglafém. Sajnos nem, a kettő így együtt nem jön. Most elviszi. Van egy széf,
fű, mondtuk, hogy nincs, valahol tartunk egy dugipénz, rá kell mérni esetleg, mondtuk, arany, se nagyon az tartunk, arany, ugye, otthon, arany ékszer, nagymama hagyatéka, mondtuk, hogy ez sincs nagyon itthon, mindenre itt rá akartak mérni. Itt valami a padlóban van, itt kell lenni egy széfnek. Az nem, az a másik szobában van, a gyereké mellett. Igen? Köszönjük, asszonyom. Fura egyébként, mert állandóan telefonáltak, és mindketten simazban voltak, tehát egyébként. De is a furcsák voltak, mert Viki csinált róluk fotókat, egyébként elég furcsán néztek, én nem láttuk az igazi arcukat. lehet, hogy nagyon fáztak. Szóval erre kellett hazamennem. És rájöttem, hogy tulajdonképpen minden minden. És már meg se kérdezi, tehát, mikor ilyeneket berendel? Tehát nincs az egy ilyen előzetes konzultáció veled, hogy figyelj már Balázs, szeretnék egy ilyet. Már ez sincs, csak kihívja, te már a végeredményre mész haza. Nagyon sokat panaszkodik a Viki, hogy nem figyelek rá, szerintem ezt is mondta, csak nem figyeltem. Mondott valamit, de azt hiszem, hogy nem figyeltem. Nem, ő mondta, hogy jönnek, de mondom, ez milyen jó. Hát akkor majd most minket bemérnek. Amikor hazamész, és így nem érted, hogy ez a szép padlószőnyeg, miért kell ilyen, nem tudom, ilyen suta ábrákat kerülgetned, akkor... Jó, hogy nem neulux-szal fújd a fel, hogy az... ide ne lépjetek. Az új padlóra. A padlószőnyegre. Úristen. Amiként tényleg éreztük, hogy aki ott alszik nálunk egy bizonyos ágyon, annak mindene fáj, amikor fel kell. Ezért ha valamik rokonnal rosszba voltunk, azt abban a szobába fektettük le, na, ott rohadjál meg abban a szobába. Jó, de hát ezért fizettetek. Nem tettük, tényleg megállapítottak, úgyhogy mi nem mondtuk el nekik elvileg, hogy melyik ágyjal van a baj, és ők elmondták, hogy ez a szoba, ez nagyon, nem lehet, hogy nagyon csak, nem jó. Csak szar az ágy. Igen, arra nem gondoltuk, hogy matracot is vegyetek bele, igen, csak a rácsot. Igen. És képzeld, a legeslegdurvább, amit nem akartam elhinni, Viki üzen, hogy állítólag a tesómnál is jártak. Tehát, hogy úgy, hogy én nem tudtam. Tehát, hogy milyen kicsi a világ, a saját testvéremhez is elmentek. Tehát most vagy őt is felmérték, vagy van egy ilyen kicsit fura vonzódás a sebestén családira, nem tudom, de hát ott is voltak. Vonal valószínűleg gondolják, hogy rólatok legombolhatnak 3 kilót, akkor ott van. Akkor ott is van egy 3 kilót. Az a tesód is nem sokára eljutnak anyádékhoz. Igen, és az egész családot. Igen. Az egész családot. Neki jobban fog ápolónőként fájni ez a dolog, mint neked, de se baj. Ja, addig nincs baj, amíg azt mondják, hogy magunkat ne tekerjük fóliába, vagy nem találnak ki durvább dolgokat, de most mondom, tehát mindenhol jelek vannak. Mi ja, az a fóliabetegedés, az már fetisizmus, tehát hogy az már tényleg másról szól. Hát múltkor megvetted a lepedőt, a rézlepedőt, azt nem raktad föl erre az ágyra? De felraktuk, illetve az ágy alá kell betenni a rézlepedőt. Aha. És nem lett jobb. Gyűlnek már ezek a dolgok az ágy alatt? A rézlepedő, a pentagram. Igen. Két fölmérő az, hogy... Igen. Na, megvan. Bagolyhány. Néha én kiszedtem ezt a rézlepedőt, és ezt le kell mosni. És akkor becipeltem a kárba, és leöblítettem róla ezeket a káros földsugárzásokat, mert úgy mondták, hogy ezeket öblítsem. És aztán visszahúztam az ágy alá. De semmit nem segített, érted? De majd most a szakik. Majd most a szakik megoldják. Ezért nyafogsz állandóan, hogy nekünk mindenre van időnk, nekünk meg semmire. Hát érted, a mosás, meg ez a sok baromság. Nem egyszerű egyébként időt szakítani értelmes dolgokra is. Azt írja valaki, a simas csak az arcüreggyulladás miatt volt rajtuk. Lehet, hogy ne fertőzzenek. Azon gondolkozom, hogy így beülnek a kocsiba, és így miről beszélhetnek utána? Hát a mindenre költség ezt a rohadt pénzt. Nézd, Marika, már megint ki, tehát hogy levettük ezeket, nem megint. És még aznap valószínűleg 6 címük volt. Most érted? Mindenhol, csak mindenkiről gomboljanak le egy 50-est. Két ilyen pálcikával, amikivel ott mentek. Hát most nem is drágák a műszerek, tehát, hogy érted? Most kezembe adsz egy ilyen pálcikát, tehát úgy bemérlek, hogy persze. Megmondom, hogy hol van energetikailag a gyenge pontod, mert ide-oda rángatom, szóval, hogy így... Nem állsz valamit ott megrántod. Nem, valami drágát még nem akartak eladni a mérésen kívül. Uh-huh. Viki, nem volt még valami, hogy vegyél egy ilyet? Egy edénykészletet, tényleg egy biztisztítót, igen. És egy méregtelenítő lábmosót. Te már érzed? Kérdezés akartam végig, hogy miért tűz olyan frissnek. Kézed, tudod mi volt? Nem tudod mi volt? Ilyen nem tudtam aludni, és próbafekvést csináltam az ágyon, hogy jobb-e. Tehát elért a kor. Próbafekvés. Fölfeküdtem arra az ágyra, amit nem használunk, befeküdtem, és vártam egy 10 percet, és néztem, hogy most jobb-e. Hogy elmacskásodom-e. Vagy hogy érzem-e, hogy most így széthúzták a sugárzást is. És kicsit kezdtem magamnak bebeszélni, hogy lehet, hogy működik, mert nem érzem azt a bizsergészt a lábamban, amit szoktam. Aztán rájöttem, hogy igazából csak elmúlt az érszükület. Én csak egy nyers, egyszerű lőrinci proli gyerek vagyok, de mondd már el nekem, hogy mi a különbség a próbafekvés meg az igazi fekvés között. Úgyhogy nem használ... ágy esetében. Elmondom, hogy nem. Tehát, hogy másképp fekszel? Nem. Most, na, ezt figyeljétek, most próbafekszek az ágyon. Aha, teljesen más, mint amikor lefekszel normálisan. Nem. A próbafekvés az volt, hogy én nem használom azt az ágyat.
Mert tényleg egyébként nagyon rossz ott feküdni. Tehát odafekszél, és így érzed, hogy nem érzed jól magad. És miért nem vesztek helyette oda egy szekrényt? Fia, ha senki nem akar azon a tetszésájon aludni, darréd. Akkor ha vigyétek el onnan, és legyen a helyén egy fikusz, vagy nem tudom mi. De nem hallgattad meg a próbafekvés, az csak az volt, hogy 10 perccel oda feküdtem, hogy érzem a szaros érzést, amit mindig. Uh-huh. És azt éreztem, hogy egészen ellazultam. Tehát lehet, hogy egyébként működik a dolog. Mert hogy nem volt baj a próbafekvés után. Nem volt az a bizsergés, ami mindig jött, nem zsibbadt a lába. Hát mert nem ült rajta a gyerek, tehát mert ők már aludtak este, későn értél haza, ez lehet az ok maximum. És azt mondták, hogy még egy csomó ragacsot tesznek, ha nem rendezzük át azt a szobát. Tehát csak jelzem, hogy vissza akarnak jönni, érted? Kvázi fenyegetnek. Hogyha nem rendezzük át azt a szobát, hogy elmondták, hogy hova kell tenni az ágyat, akkor még volt. Hát ezeket a földre, ilyen matricákat. Ja, úgy értve. Ja, azt hittem, hogy és a gyereket vigyék ki, mert most ektoplazmát kell gyártani, a kolléganőre. Nem kell se. Na mindegy, szóval, hogy hát ez volt. Garancia van erre? Vajon? Egy ilyen melóra. Nincs, mert itt rá lehet fogni mindenféle. Hogy hívják, akkor mindenféle ilyen. Arré, bent a vízére. És most ezek örökre ott lesznek, ezek a piktogramok? Vagy egy idő után megjegyzitek, hogy hova nem lehet lépni? Nem, ezeknek ott kell lenni. Tehát ezek most ott vannak a földön. És ott lesznek. Nagyon jó. És úgy mentek el egyébként, mint az indul a bakterházban a piócás ember, hogy egy talicskát toltak, és benne volt még az ünneplőd is. Az ünneplő Armanit. Ami 3 évig gyűjtötte. Uram, mert eltűnt egy sluszkulcs, 2 nap szüveg, fülbe volt. Ne, aranyemberek voltak. És nem értetted, hogy a 100 literes bojlert miért kell ez leszerelni le? Igen, ha hallgatnak bennünket, éppen ne vegyék magukra, mert én is hiszek ebben. Persze, szóval csak humorizálunk, persze, de kíváncsi vagyok, hogy ez most, nagyon ez most valóban működik. A családi béke kedvéért. A családi béke kedvéért. Nektek nincs ilyen, hogy meg kell kötni ezeket a bizonyos kompromisszumokat, hogy meg legyen a béke? Macskát használsz erre, uh-huh. a bemérésre, hogy beengeded a kekszet, úgy hívják a macskánkat, aki most nálunk lakik, és ahova ő fekszik, az állítólag a rossz hely. És a gyerek egyik ágyába feküdt be, mert ugye nem ilyen több emeletes ágy van, és a... Több emeletes 3-4? Hát persze, az a... Jó magas, hogy jön onnan a gyerek. Hadd sportoljanak, és a panna ágyába feküdt bele. Úgyhogy ő tüntetőleg ki is költözött a szobából, mert azt mondta, hogy a keksz megjelölte az ágyat, hogy az a hibás. Úgyhogy állítólag a macskák is tudják ugyanezt, amit ők 50 ezerért csináltak meg. A macska nem kér pénzt, érted? Ez is engedett a lakásban, és ahol fekszik. Megcsináltuk. Fekszik, igen. Neki elég egy kis csomosodó macska alom, vagy valami kis száraz táp, érted, azt megvan. Megsimogatott kétszer a hátát. Szerintem ezzel a te ember így nem érték volna be. Macska alom, száraz táp, megsimogathatom a hátát? Nem biztos, hogy igyeztetek volna. Mi meg például ilyen indiai isteneken alszunk, például. Na, látod? Na, látod? Igen, van ilyen ormányos ganésen, vagy mi fejjel fölött egy ormányos ganés. Van a matrac alatt. Móninak is van egy meg nekem. De mi az? Mit van? Na ugye látjátok, mindig engem mosolyogtok meg, vagy minket, hogy van baj. Aztán kiderül, hogy indiai isteneken alszol. Van. Mindig, amikor újra húzom, mit tudom én, ki kell, megforgatjuk a matracot, meg lecseréljük a lepedőt, én gumis lepedő van rajta, meg alatta tudod a bevizelés miatt ez a más, és akkor mindig így mit szépen egy kisimítgatom, meg is visszateszem, és attól jobban az. De ez egy arckép? Vagy micsoda? Igen, arckép. Igen. Kirakta, Móni rakta oda, hogy akkor Jani nem nézze, akkor ő Visnu, Visnu, Jani. Mivel? Barátkozzatok össze, azt jó éjszakát, lámpa lekapcsol, nézett rá. Figyeljetek, mivel nem aludtam még nélkülük, mármint úgy, hogy nincsenek alattam, ezért nem tudom azt mondani, hogy nem használnak. Mert ahhoz nélkülük kellene aludnom. Hát vedd ki és próbáld ki, hogy ugyanúgy alszol. De most miért roncsom el? Mondjuk igaz. Mi a csíva, Visnu, te mit kaptál, tudod? Hogy néz ki? Hogy néz ki? Nem sok tudom, keze van? Túl sok ruha van rajta nők. Én nagyon kedvelem az indiai istenőket. Igen, csak egy picit sok a ruha. Mónika kicserélte Playboy volt sokáig alattad, azzal is jól aludtál. Komolyan mondom, én hiszem azt, hogy a házasság arról szól, hogy közd meg a béke kedvéért ezeket a kompromisszumokat. Tehát ha neked Visnunk kell aludni, érted? Aludni. Hát én azt kicserélik sívára, legyen síva. Mi közd meg, érted? Béke van. Értem. Teljesen. Ezeket meg kell közd. Én Rámán is aludnék, csak az megolvad. Igen, a margarin azt hiszem sokkal más. Nem köthetsz egész életedben kompromisszumot. És azt gondoltam, hogy hát... Ez az bali. Eddig ide jutottál. Csináltam egy próbafekvést, aztán elmentem lefeküdni, elmondtam 2 ómot, és azt gondoltam, hogy tulajdonképpen minden. És ha nekem a béka, ha hazajön egy ilyen szél, az is divat most ez a álomfogókat fölrakni. Uh-huh. Tudod, nekünk ilyen is van. Nem már! Jaj, de szeretem, hogy azért nem csak velem van a baj. Oh, de örülök ennek.
Nálunk a sarokba. Nálunk két légyfogó van, csak mindig tele van légyel, és utálom cserélni. Rohadt nehéz sportolni, mindenféle ilyen fityegő, ilyen kis tollak vannak, mert glóbusz össze-vissza, meg ilyesmi. Nem tudom. Hogy a rossz számot megfogja, vagy... A jót, én nagyon szeretem Stephen Kinget, és ezért raktam ki. Hát, hogy én ezért tudtam vele azonosulni. Bocsánat, bejöttek a hálószám, és elmondtak, hogy cseréljük ki a lámpát. Mondom, tesó, hát akkor megmutatnám, mennyibe került. Akkor óvatosan a feleségemnek az ilyenek, hogy cseréljük ki a lámpát, mert elmondtak, ezek ilyen üveg, ilyen, hát ilyen csiszolt üveg, ilyen kis kristály, és kristály összeszedi az energiát. Lámpa nem jó. Lámpa nem jó. Nem szeretni lámpa? De így van. Adom neked diszkont áron, 10 000 csak másik lámpa. Mondta nekem az egyik, amikor találkoztam, hogy cseréljük ki a lámpát. Mit mondtad? Mondta, de csillár, bocsánat. Hülye vagy, öcsém, Ólon Kristály hegyi törpék bányáztak lisztenskegyel. Azt mondja, hogy szétdobálja az energiát. Mi? A lámpa. Tehát de a tiédet elveszik? A kristály lámpa szétdobálja az energiát, ezért cseréljük ki. Úgyhogy van baj. Na, drága hallgatók, tessék, ki milyen kompromisszumot kötött. Nézzétek meg, hogy azért nem velünk van a baj. Mert hogy János Vízton alszik, ezt nagyon szeretem. Néha a friss ágynevő húzásnál sívára cserélik. Nem cseréltem össze Bóniét az egyikben. Nem lehet összecserélni. De mindenkinek van ilyen, jó? Úgyhogy valljatok nekünk, kinek milyen kompromisszumot kellett megkötni a családi béke érdekében, amikor a feleségetek, férjetek hazajött valami totális kattanásra, tényleg, hogy ő most bemérte a földsugárzást, vagy víztisztított vett, vagy tényleg indiai istenségeken, hindu istenségeken akar aludni, hogy nyugodt álma legyen. Ezeket küldjétek el, jó? Hogy mi volt, amikor azt gondoltátok egyrészt, hogy igen, ezt most meg kell kötnöm. De ezek egészséges kompromisszumok, tehát valamit valamiért. Nagyon. Vigasztald ezzel magad, én is egész este ezt mondogattam magamnak. Hogy mellen is, de kellene van. Kellenek az egész. De legalább te kaptál egy 8 karút, érted, ami azt tudod mondani, hogy egész jól néz ki. Én 3 ilyen, nem tudom, ilyen négyzethálón sétálok mezitláb, érted? Az ennyi mutatós is nem lát, de amúgy se látszik, tehát hogy benn van a matrac alatt. Legfeljebb tényleg akkor, a nagy takarításokkor szoktam látni. Nem kell kerülgetnem össze-vissza a szobába. Azért én még meghallgattam, hogy mi van abban a szobában. Tehát, hogy Visnu, álomfogó és... Minden, van ott is. Van ott is. Valaminek még kell lenni. Küldjetek el nekünk, jó? Tényleg, mi volt az, amikor azt mondtátok, hogy ezt most a béke érdekében szemet hunyok, mert ezt hozta haza a párom, vagy kezd el művelni. Jó, várjuk az SMS-eket 8:05. Ákos legfrissebb ideig, utáni vagyunk majd. Open your eyes. Time to wake up now. Egyet 8 lesz pontosan 2 perc múlva. Ez a prügyi duó még mindig hogy húz, írja egy hallgató. Ügyesek. Nagyon mennek. Grindy, ezek is hogy eltűntek. Vagy vannak ők még? Hát ezt Jani tudná, hogyha régen nem fél perccel a zene vége előtt ment volna ki. Igen, kérdeve, ez az új Imányi, kérdezi. Igen, ide egy hallgatom, bocs, de csak két tisztító mondat között tudok SMS-t írni. Azt mondja, hogy ugye arról beszélgettünk, hogy kinek milyen kompromisszumot kellett megkötnie azért, hogy békesség legyen otthon, mert hát néha a nők, de talán a férfiak is kitalálnak érdekes dolgokat, ugye, egy-egy házasságban, kapcsolatban, hogy meglegyen az ő lelki békéjük. És tegnap kiderült, hogy mindenféle dolgokkal pakolta tele Viki a lakást. Árnyékolóknak hívják őket egyébként. Árnyékolják a földsugárzást. Ja, aha, azt hittem az ablakra kell. Igen. De szakik egyébként tényleg, tehát hogy ne vegyék ezt magukra, mert szakikról van szó. Tehát ezért egy tudomány, nyilván amit csináltak, mi karikírozzuk a jelenséget, de szerettük őket. Szakik. Nagyon olcsón tudok neked beprogramozott hegyi kristályt szerezni, szerintem megvetetem veled. Jó, érdekel? Mire van programozva? Minden, amit akarsz, RTL2-re, mire van programozva? Attól függ, hogy mi jön be rajta. Nem mindegy, hogy mi jön be rajta, igen. Na, szóval erről beszéltünk, hogy kinek mit kellett már bevállalni. Nálunk mindig kell, hogy egy tál narancs legyen az asztalon, mert a párom szerint vonza a pénz. Amúgykor elmentünk nyaralni, tele lett muslicával a lakás. Mondtam neki, hogy gratulálok. A feleségem rendelt béltisztító méregtelintő porokat, magvakat, retek, illetve céklaporokat kellett tenni több 10 000 forintért. Mondani sem kell, pár nap és ráund, tovább adtuk teljesen ingyen. Roland küldte nekünk. Jó, azt adom, az érthető is lehet, tehát hogy az táplálék kiegészítő lehet egy jó céklapor, annak van jótékony hatása, de ez, hogy fölteszel egy ilyen karikát, amiről lók 3 izé nyavajás varjútól, és akkor ez majd ott tartja az álmaidat, vagy nem tudom, elviszi egy gyerekek, tiszta hülyék vagytok, már ne haragudjatok. Ez tudományosan igazolva vannak a földsugárak és a földsugárzás. 30 éves jogász létemre plusz szívecskés párnán kell aludnom, mert 7 éve első valentin napunkra
kaptam a feleségemtől. Ha nem használtam volna, a harakirit kellett volna elkövetnem. A baj, hogy már nem tudnék anélkül aludni. Ha vendégek jönnek, gyorsan neked dugnom. Megszeretted. Ezt Pepe küldte. Szex után mindig szorosan át kell ölelnem a barátnőmet, mert csak így jön ki belőle a levegő. De ez hülye. Így tudom behajtogatni az ágyon. Nekem anyám és apám együtt vett egy víztisztítót, megvan a kompromisszum, mindketten bolondok. Ez már küldtenek. Édesanyám csak jobb lábbal engedi kikelni az apámat az ágyból, ezt ellenőrzi is, és reggel egy órán keresztül hallgatja apu az áldást, ha esetleg rosszul kell. Értitek, hogy azért sok helyen működik ez a dolog. Igen. Ez az adás olyan, mint a Lipóton egy korterem betegének beszélgetését hallanám. Állófogó, ómonalvás, jesszus. Víztisztító az más. Az jó, nálunk azt is van. Tudjuk, hogy az jó, az működik. Van, aki abszolút azt is lehúzásnak gondolja, és azt gondolja, hogy nyilván teljesen nagy kamu az egész. Tehát, hogy vannak szkeptikusok, akár még egy ilyen kézzelfogható dolog van, mint a víztisztító. Én nekünk is van, én is használom. Én ezt gondolom, hogy ez egy jó dolog. Igen, finomabb, aha. Tisztább, jobb. Hát a tisztább, igen, szerintem ez a megfelelő szó. Például érzed az ízén? Más az íze. Egy tisztított és egy nem tisztított között? Igen, nagyon más az íze. Azért hozzunk már be egy ilyen tisztítót. Én megmondom neked, sima csapvizet megkülönböztetem a tisztított. Nagyon jó, oké. Na, van tisztítója valamelyik ötöknek? Van. Hozza már be valamelyik, legyen olyan. Én azonnal, a sajátomat meg aztán pláne. A saját vízed. Tehát itt teljesen más két íze. Pohár víz lesz, igen, előtted, nem fogod tudni az egyik tisztítót. Tök más az íze. Főleg, ha hozzászoksz egy idő után, tényleg. Tehát egy idő után már utána rájössz, hogy annyival rosszabb a csapvíz, igen, hogy nem bírod meginni. Igen. Jó, tök más. Szerda, holnap teszt a lelke mindennek. Eresszük rá. Jó, de ne tréfáljál meg. Valami normálisat ad. A férjemnek a természetgyógyász a szobákban mérése mellett előírta, hogy ezután csak fehér alsógatját hordhat a csíje miatt. Aha. Kérdeztem is, ez azért kell, hogyha kinéz a csí hátul, nehogy azt higgye, éjszaka van? Ha kiröhögöm, megsértődik. Hát egyébként igen, a fekete nem jó szín. Nem jó? A fekete nem jó. Alsógatja? Tehát nem lesz olyan fürge a... Na, hát igen, hogy azt mondják, hogy a fekete az igen, az blokkolja. Blokkolja az energiát, hát, nem szerencsés, igen. Blokkolja a színeket. Az mindenféleképpen igen. Itt van egy hallgatónk a vonalban, Laci, hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Csáó, na nálad mi történt? Tavaly született a kisfiam nyáron, és egyszer valóban arra értem haza, hogy a gyerek kezén egy ilyen kis piros masti van, az azt, hogy minden áron szenes vizet akar velem csináltatni, hogy rajzoljunk kizét keresztet a homlokára. Aztán eléggé néztem, hogy hát mégis normális, hogy miről van szó. Aztán mondta, hogy hát szemmel verték a gyereket, meg mit tudom én. Ne! De találkozom, úgyhogy hát láttam, hogy komolyan gondolja, hogy végül is beadtam a derekamat, de úgy eléggé furcsa, mert nem nagyon ismertem ilyen műzének, hogy ilyeneket csinálják. Uh-huh. Úgyhogy hát röviden ennyi történet. Mert hogy szemmel verték a gyereket. Ja. Hát ez létezne, én már halott lennék. Hát szerintem mindannyian, de mindegy. Úgyhogy láttam rajta, hogy ennyire komolyan gondolja, hogy aztán sok választás nem volt. Szemmel verték. És akkor föltettetek a kezére egy piros kis masnit, egy ilyen áldásmadzagot? Igen, egy piros kis masni volt a kezén, aztán igazán jó, megcsinálta a kis azért homlokára, aztán utána már nem volt gond. Keresztett a homlokára? Igen. Nyállal. De várjál, az most nem ilyen kultúrák találkozása, hogy ez a kis piros masni, meg a kereszt, meg mindent bevetettetek? Minden. Nem tudom. Én nem értek hozzá a világéletemben, nem voltam se babonás se. Aztán jött egy pópa és körbefüstölőzte. Lehet, nem tudom. Igen. Há, valamit összeolvasott valami női magazinban, biztos, hogy erről lehetett szó. Igen. Mert egyébként de a gyerekkel bármiféle probléma volt, tehát látszott rajta, hogy szemmel verték? Nem, semmi. Tökéletes, egészséges, gyönyörű, szépen fejlődik az óta is. De meg lenne a lelki béke, itt be kellett adnom a derekamat, hogy ne legyen belőle vita. Persze, hát ezeket meg kell csinálni, sokkal jobb. Könnyebben szabadulsz. Abszolút. Persze. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Hát, nincs mit. Sziasztok. Hello. Hello. Ciao. Hello, hello. Fejre a sanárdagomat nem látszik. Na jó, ezt nem tudom bevasni. Autókölcsönzőben dolgozom, az ügyfél kikötött, hogy nem kér piros autót, mert babonás. Üdv srácok, én már ülve pisilek otthon, mi kell ennél több? Matyi. Feladtál mindent. Gyereke, ki nem? Szóval, hogy hát, ugye? Tehát hányszor hallgattad, hogy mennyivel egyszerűbb lenne takarítani? Hajsd le, 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 hajsd le
Igen. Azt írja a hallgató, hogy víztisztító üzemben dolgozik, nem is tudom, hogy hol, és hogy teljes kamu. Labor. Víztisztító laborban dolgozik, és teljes kamu ez a víztisztító. Hívjuk már fel, ivóvíz laborban dolgozom, kamu az egész. Kíváncsi, hogy Szaki mit mond erről, bepiros aztán. Jó, de ő abból él, hogy ezt mondja, hogy kamu az. De miért, az nem jó. Uh-huh. Akkor tudsz megélni belőle, ha azt mondod, hogy ez működik, hiszen akkor sok víztisztítót adsz el. Ha te azt mondod, hogy nem működik, abból nem élsz meg. Na? Na hívjuk fel. Most a kíváncsiságból tényleg, hogy mit mond erről a víztisztítóról, mert hogy ezt nagyon sokat adnak el belőle, van egy kicsit, ami baromi drága. Tehát mit mond az, aki egy ivóvíz laborban dolgozik, hogy miért lenne kamu? Tehát, hogy nem is értem. Most te hívod? Ja, Anna hívja. Mindenki hívja. Anna hívja. Mert úgy gondolkozik, biztos, hogy már tiszta a csapvíz, és mit akarsz még azt mondják egyébként. Kiszedni. Tehát, hogy ezt mondják, hogy egyébként jó minőségű a csapvíz, de hát, ha lehet még jobb minőségű is. Akkor miért ne? Igen, na basszus, nem hoztátok a frászt, mehetek haza lecserélni a fekete alsógatyát, Perec. Perec küldte. Ma még kibírod Perec, figyelj, szerintem, sőt, még holnap is, ha rám hallgatsz, úgyhogy ezért, csak ezért ne menj haza. Igen. A lakásfelújításnál észrevettem, hogy minden lakás ajtóra, ablakra, mindenba kívülről ómi jelet rajzolt. Az jó. Biztosan biztos. Összefér, tudod, azt mit nyilván zárom? Összefirkáltál, tudod, mit szóltam? Az újat. tudod, mit éreztem? Szerintem a távfelügyelet matrica többet ér. Nem, a vigyázz kutya arab. Igen, sokkal jobb lett harapos volna. Kutya. Kamerás megfigyelő rendszer működik a kutya arab. Hát is anyós. Gumibord és sokkolóval fel vagyunk szeregesz, úgyhogy ne gyere be. Igen. Na jó, nem emberünk nem veszi fel. Oké, játszunk egyet. Érdekes, hogy valaki beír, aztán nem veszi már fel. Már dolgozik, már vizsgálja a kamu víztisztítókat. Igen. Oké, na játszunk, itt van már is hallgatónk a kérdés, mit mondóra. Visszafelé beszélünk. Nézhe vélet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Én egy hallgató, az RTL egyszer csinált egy műsor, 15 természetgyógyászt hívtak meg más-más időben, hogy rendezzenek be egy szobát, a vízerek elhelyezkedése szerint 14 féleképpen helyezték el a bútorokat. Ez is érdekes. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Dávid vagyok. Dávid, hello, honnan hívtál minket? Budapestről, a 12. kerületből. Hamarosan indulunk munkába. Na, mit csinálsz? Nem tudom, kimondhatom, egy apró hirdetési, vagy most már az egyetlen apró hirdetési oldalnak vagyok az egyik ilyen személyes ügyfélszolgálatosa. Akkor azt tudjuk, ismerjük. Akkor már tudjátok is, igen, az a nem rossz fogás, és akkor... Atya úristen, megvan a bónusz évvégére, ezt így bemondtad. Ügyfélszolgálatos vagy? Hát egy személyes ügyfélszolgálat. Tehát van egy ilyen iroda, ahol adásvételeket kötnek, és én ott vagyok személyes ügyfélszolgálatos is. De hát nem úgy, hogy fölteszek valamit, valaki lecsap rá, én elküldöm neki postán, ő meg elküldi a pénzt. Milyen? Így is lehet, de van, aki személyesen fel akarja próbálni, meg akarja nézni. Ja, és akkor ott nálad összejönnek a lakáson, te megnézed a próbát, ha olyanok a lányok. Jó, értjük. Jó lenne, de nem az én lakásom van, itt a déli pályaudvar mellett van egy iroda, és ott. Aha, na jól van. Oké, válasz valamit, jó? Szólásmondás, tárgy, híres ember, és van egy országunk, ha jól látom. Ja, szólásmondással szeretném. Szólásmondás, jó, figyelj, hát akkor indítjuk az óránt, jó, figyelj, fél percet van, óra elindul. Trégof, tagof, trémesz, temesz. Aj, de szépen hangzik ez visszafelé, milyen dallamos. Mutatom még egyszer, figyelj. Aha. Trégof, tagof, trémesz, temesz. Na? Temesz a vége? Temesz, ez a vége. Szemet szemért fogad fogért? De jó vagy, így van. Talánosan szólt. Szemet szemért fogad fogért, így van? Úristen. Jó, hát sokkal nehezebb amúgy telefonban. Még nem volt olyan, hogy ne tudtam volna a szólásmondást. Egyszer volt egy híres ember, akit nem tudtam. Nem volt annyira híres egyébként, de a szólásmondás ez mindig ment, és most nagyon égő lett volna, hogy elrontam. Látod? Jól van, ügyes vagy. Oké, küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Jó, szép megfejtés. Szép megfejtés volt ez. Köszi a játékod. Én is köszönöm, szép napot. Jó munkát neked, Dávid, ciao. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello. Na, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek el nekünk, jó? Hogy lássuk, mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk, Ákos híre jut. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik
Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 percen. Hello, mindenkinek jó reggelt. A Peti még mindig jó. Polgár Peti. Átadom a Gesztinek. Ahogy te dicsérsz, nem dicsérős. Úgy senki. Ja, mert mi? Mert néve, ahol már mert. Há, mi van, mi a há? Ő az új Pitbull. Vagy... Geszti az új Pitbull, ír egy hallgató, és Florájra. Ja, na mindegy, félre a tréfáról, írja meg valaki, hogy hol kaphatok gyári Apple USB adatkábelt 2 méterest legolcsóbban. Jó? Szigorúan csak gyárit. Köszi, folytassuk. Írja meg valaki, hogy gyári utángyártott hamis nem eredeti nem, gyári. Nem akarok utángyártott venni, mert gyereknek lesz. De ez lehet jó attól még, de most mitől félted, hogy fölgyullad vagy? Mi? Nem veszünk, mert nem tölti. Nem tölti, már ráfarapunk egyszer-kétszer. És ezzel nem veszünk. Ja, most nem gondolod, nem a piacos szembe, 600 forintosat, de mondjuk egy ilyen 2000-et. Nem piacos volt. Uh-huh. A elektronikai nagyáruházba vettem, és nem működött. Hát vidd vissza. Balázsnál se azt is vissza kellett cserélni. Gondolod, örültem neki, amikor megvettem neki karácsonyi ajándékot. A drága után gyártottat, aztán újra kellett neki venni. Tehát azért, nem azért mentél, mert jót vettél, és az nem működött, hanem egy szart vettél, és aztán el kellett menned kicserélni. Hát, tehát, ez aki lusta kétszer fáradt szokták mondani, tehát megleptél engem karácsonyi egy után gyártott asztali töltővel, mert spóroltál rajtam. Pontosan. Nagyon nagy összeget. Majd még mérges voltál, hogy el kell menned kicserélni, mert nem működik az utángyártott, és mondtam, hogy dobjál rá még egy kicsit, és vegyél egy eredetit, és nem lesz vele bajod. És azt hiszem, talán másodjára is egy utángyártottat hoztál, vagy másodjára, mert eredetit hoztál? Nem, másodjára eredeti volt. Eredeti, vagy annak adtad el, nem tudom. De hogy... De működött. Sporolni akartál egy keveset, és kétszer kellett átszelned a várost. Működött. Nem, eleve nem működött. Tehát kibontottam az ajándékot karácsonykor, és nem működött. És az első kérdésem az volt, hogy utángyártott töltővet kaptam tőled, és mondtad, persze. Természetesen. És aztán el kellett menned kicserélni. Jó. Úgyhogy nagyon helyes, hogy a lányodod nem spórolsz. Nem, rajta legyenek már nem lehet. Igazit. Meg az a baj, hogy nem tudom, tehát olyan fura néha az a gyerek, mintha nem is az én lányom lenne. Neki csak az eredeti jó. Ugye csak a költekezés, ebben nem az apjára, csak a torbétolás. Ebben nem az apjára ütött. Nem. Vannak gének, amik nem öröklődnek. Így van. Akkor. Az anyja is inkább Jason Stathamet akart, azt látnod, mire te dob. Hát te vagy a magyar Jason Stathamet. Így van, light. Kicsit savanyú, kicsit. Hát te a miénk. Na miénk vagy, te vagy a magyar Jason Stathamet. M1-es Budapest felé a 140-es felüljáron, 3 lábú Pest felé néz, a 156-157-es kilométer között a leálló sávon fém és műanyag hulladék elszórtam. Vákum doktor küldte nekünk, vigyázzatok. Aztán kint vannak a rendőrök Sátoraljaújhelyen, Széphalom felé. Ezt Meli küldte nekünk. Azt írja Bali, a dal rólad szól, kidobok mindent, ami idegen. Szép napot, Meli. Ezt nem annyira értem. Az M3-as bevezető arra szól, a szokásos reggeli módon, plusz koccanás fékez minket a Kacsó-Pongrác felüljáróról. Dorci, köszi, hogy elküldted. M5-ösön a 405-ös főút lehajtójánál mérik a Szeged felé hajtókat. Ez pedig Imre írta. Úgyhogy ott is vigyázzatok. M7-es 84-es kilométerénél van egy trafi, és az Elefántus kútán az M3-ason Pest felé, a 215-ösnél a Hugo oszlop után az Elefántus kútnál mérlek. Hát ez teljesen beteg. Ah, ezt köszönjük, hogy elküldted. Farádon Csorna felé egy fehér Seatból mérnek. Ez pedig Balázs írta nekünk. Mit találtál? Jó, már M1 méteres, 2 méteres, gyári, nem utánygyártott. Figyelj, már önmagában az, hogy van, hogy a virágnak iPhone-ja van. Te, mi van? iPhone-ja. Hát most érted. Feszegeti a korlátait, meg kap ki. Hát te, aki megrögzött iPhone gyűlölő vagy. Nem, ő szereti. Hát, tehát, hogy jó, normális fényképet nem lehet vele csinálni, még videót, de nem is arra kell neki. Ezt mindenki tudja. Nem lehet vele? De, hát. Nyomja még ezt a Tamagocsit, vagy Pokémont? Nyomja még a Pokémont, játszik? És olvastam, hogy 15 millióval. Aha, 15 millióval esett a Pokémon felhasználók száma, tehát, hogy nem annyira. Megunták. Úgy néha. Mennyire gondolták, ráuntak, ugye? Néha-néha, de hát egyszerre nem tudom követni, hogy hány dologgal foglalkozik egyszerre.
Tehát, hogy ugye alapvetően rajzol, és mindent, amivel lehet rajzolni, minden olyan programot, ami ingyenesen letölthet, azt letölti, és ezzel egyébként általában tönkre is vágja a számítógépet, így rövidebb, tehát negyed évente, fél évente mindig telepítenek el újra. Természetesen az operációs rendszert a számítógépre, mert leszippant ezekkel a programokkal mindenféle szemetet is, amik aztán megölik a gépen. De mindegy, nem érdekes. A lényeg az, hogy minden egyes telefonon, telefontípuson neki teljesen mindegy, hogy milyen applikációról van szó, milyen operációs rendszerről van szó, mindig megtalálja megfelelő kis rajzprogramot magának, aztán azzal játszadozik. Most például a Note-ra fáj a foga. És most az a dum, hogy vegyél te magad. Igen, ez. Ja. Ez. Az a dum, hogy te vegyél magadnak egy újat. Ez nem a 4-esre, hanem a 7-esre. Ja. Akkor mit mondasz majd? Mert nekem is fel kell készülnöm. Tehát mit mondod, hogy nem? Hogy nem kapod meg? Nyilván azt kell mondani, hogy nem kapod meg. Aztán nem kapja. Először azt mondom, hogy nem, aztán belefáradok. Mondod neki, hogy nem, használd azt a Alcatel Vantage Easy-t, amit vettem neked. Meg a 21-10-es Nokia-dat, Virág, hozd magadban. A 198-os Ericssonodban létsz, és tedd vissza a címkártyád, és azt használd, amit vettem neked. Megfogja, megnézi ezeket a régi nem okos telefonokat, és nem érti. Hát ugye ránézős, azt mondja, ezzel telefonáltatok. Hogy? De ki is mondta a varázszót, mert csak telefonáltunk vele. Igen. Érted meg, aztán ők SMS. Tehát az, hogy okos telefon, nem is értetted, hogy mi az. Na, 6600-6600 van már ilyen gyártói cikk szám alapján eredeti USB kábeled. Csak mondom, ha átosan ennyit akkor talán is vagyok. Így van. Mi lesz szülőnap, névnap, karácsony, egy nagy, mire kapja ezt a kábelt? Hát, mi a? Az indíték. Vagy csak, hogy simán elrobbad. Csak, hogy ne zsibbasszon. De biztos van most valami ünnep, hát akkor tedd oda, csapd oda. Semmi, hát meg, tehát, hogy egyszerűen megtört a régi, nyomorult, mert hogy ezek nem túl jó minőségű, hát ismeritek ezt a design márkát. Te hogy... szegény! Ja, Istenem, most ne vagyisztok ilyen, mert lehet normálisan működne nektek az egész, ami ennyire büszkék vagytok, érted? De csak jöttök, utánunk minden fejlesztés lenyúltok, komolyan mondom, hát nem is értem. Tényleg, hogy mellé nyújtál a polcon, ide menekülsz, hagyjad már. Ne csináld meg, dugbándat, persze. Na jó, szóval hogy van, ez a lényeg. Így van. Na, és gratulálok, hogy sikerült beaplikálnatok a legutóbbi jobb, és ez menne a 8M-nek a technikáját. Mi van? Nézzél már két fotót. Ez tényleg Feri, ez ingoványos talaj nektek, minden másban egyébként osztom, de hogy... Nézd már meg két rendes fotót, csak ne a saját tudon nézd, hanem egy felületre tedd föl. Hát rajzolni lehet a különbséget. Nem akarsz te akkor a pofonokat kapni. Mi már jobb a fényképező, mint a miénkment? Igen? Picit. Igen. Neked? Igen, hát csak mi ugye normális dolgokra használjuk. Tehát mi veszünk egy fényképezőgépet, azt használjuk fényképezni, mert az jó, érted? És az iPhone-unkat egyébként meg arra használjuk, amire kitalálták. Tehát telefonálásra, kommunikációra, egy csomó olyan applikáció használatára, amely erre alkalmas, ha fényképezni akarunk, akkor veszünk egy cserélhető objektíves nagy gépet, és gyönyörű fotókat készítünk vele, amelyet aztán az iPhone... Most én megvédenének, te úgy hagyjál meg is. Persze, nyilván. Nyomok egy selfit a gyerekről, vagy magunkról, vagy csak veszek egy tükörreflexet, csak hogy cserélgettem az optikát. Abszolút. Objektívet cserélsz, és átnyomod az iPhone-odra, amely kiváló alkalmazásokkal tudja szerkeszteni azokat a képeket. Ezzel a részével nem tudok vitatkozni. Na, végre valami. Az alkalmazások azok jó. Na, egy nagyon érdekes társkereső hirdetésre bukkantunk, amiben egy nagyon elkeseredett hangvételű férfi próbál magának párt találni. És biztos, hogy sok hallgatónk közül, és vannak olyanok, akik már voltak fönn társkereső oldalon, és furcsa igényekkel, kérdésekkel, kérésekkel találkoztak, vagyis szembe jött velük egy-egy olyan hirdetés, amit nem nagyon tudtak hova tenni, mert olyan elvárás volt a hirdető fél részéről, ami nehezen lehetett volna mondjuk tartható. Biztos, hogy sokan, akik használják ezen társkeresőket, találkoztak már ilyen extrém, abszurd leírásokkal, feltételekkel, hogy kikivel találkoznak. Ő egy vegán férfi, aki egyébként föladott egy hirdetést, és teljesen kétségbe esetten leírja, hogy 5 éve már vegán, 3 éve egyedülálló, és egyre nehezebben tudja elképzelni, hogy egyáltalán megcsókoljon egy dögevőt. Ó, édes, nem már megint kezdik ezt a baromságot.
hogy megcsókoljon egy dögevőt. Hallod, mik lettünk? Mik lettünk, mi húsevők? Megcsókoljon egy dögevőt. A vegán hölgyeket kérdezi a hirdetésben, hogy a párotok is vegán. Mennyire lehet tolerálni a tetemet egy közös hűtőben? A tetemet! A tetemet egy közös hűtőben a szagokat, ráadásul az övét is, vagyis a párot szagát, mert hogy más egyébként egy húsevőnek az illata szaga. Nagyban különbözik az életfelfogás, és egyedül van ezzel a problémával, vagy más is küszködik rajta kívül, mert hogy nem tud magának párt találni vegán létére, egy hasonlóan vegán párt. Vegyél feleségül egy pálmát, te szerencsétlen. Komolyan. Tehát én, na jó. És ez egészen kétségbe esett, leírja, hogy semmi esélye a nőknél, hogy nem talál magának vegán csajt, nem tudja elképzelni, hogy csókolozzon egy dögevővel, és mit lehet ebben az esetben tenni? Mit csináljon? Kihez egyedül maradni, magadra zárni a lakást, tudod, hogy ne legyél tovább kártékony. Ezeket lehet tenni. Nem a vegánsággal van bajom, hanem ezzel. Tehát ő már beteg, bolond, bolond. Akkor érted, akkor el kell járni a vegaklubba, és ott kell ismerkedni. De, tehát ez, na, én teljesen készülök ettől. Tehát a vegán és a nem vegán ember között az a különbség, hogy a nem vegánt, vagy a húsevőt nem zavarja az, hogy te vegetáriánus vagy. Ha? A vegetáriánus meg zavar, hogy te húst teszel. Nem volt még vegetáriánus. Nem osztom, tehát hogy ezt a részét nem osztom, tehát hogy az, hogy ez az ember beteg, az a tiszta sor, tehát a számukra egyébként a vegánok számára mi laktóbó vegetáriánusok is csak olyan valami félúton vagyunk, ugye? Igen, mi még a tisztító tűzbe valók vagyunk, tehát nem a mennyországba, nem is a pokolba, a tisztító tűzbe, mert hogy mi is azért olyan furák vagyunk. A vegán az, aki csak nyers zöldség, ugye? Tehát hogy kezel Semmi. Tehát, hogy számára én is így íze vagyok, én gyilkos vagyok, amikor megeszek egy főtt tojást. Igen, újszületeket vagy csecsemőket mészáros letitokban. Ahogy jöhet a növény eredetű vésli mellé, vagy felvágott mellé. Úgyhogy, igen, mert a növényi normival nincs baj, nem? Nem, bírom egyébként. Szerintem megfelel minden kritériumnak, nem? Szerintem vele egyáltalán nincs. Növényi Norbi jó húsban van. Érted az ellentmondást, ugye? Növényi Norbi szerintem kiváló megfelel minden kritériumnak. Lehet így egyébként társat találni, hogy ennyire körbe rajzolod a dolgot, és gyakorlatilag amit én a háromnegyed világot megsérted. Mert kinek van a legjobb orra? Neked jó orrod van? Igen. Jó? Jó, jó. Más a Jani illata, meg az én illatom például? Nem nagyon szoktalak benteket szagolgatni, de most mindjárt megtesszük. Na gyere, szagolj meg! Azt mondják egyébként. Igen? Illetve az egész biztos, hogy vannak bizonyos ételek, amelyeket lehet érezni. Hát ilyen a fokhagyma, ezt mindenki ismeri. Ilyen például a spárga, ami mondjuk a vizeleten nagyon érződik, de hát az kevésbé szoktad a másét szagolgatni. Ugye? Hát, vagy én például minden pisilésedet csinálok a spárga. Érződik utána a minden valóban kijön, hogy most melyikőtök a jobb szagú, mindjárt megnézem. Tehát azt mondják, hogy más az illatunk, ugye? Más egy ember illata itt Európában, más Afrikában. Felálljak hozzá? Nem kell. Mit érzel, Janin? Milyen az illata? Az érzel-e az ömlítő. Igen, nagyon jó. A Janin semmilyen zöldségszag nem érződik, vagy illat. Ez megnyugtató, hogy nincs karalábi illata. Tehát nem ütött át a tegnapi spenót a Janin, és a ma reggeli ízé tofu szendvicsem. Nem vagyok kifejezetten csicseri borsos. Nagyon pici humusz illatod. Tehát azt nem érzed, hogy mit evett, de nem érzel rossz illatot sem. Megszokottad a pólót? Nem, csak kíváncsi, hogy mit fogsz érezni, hogy fürödtem-e tegnap. Na, szaglász meg. Itt is. Itt? Na? Ez valami nagyon olcsó parfüm. Ne mondj olyat, ami eleve lehet ezzel az édesetemben. Az évtizedekig felépített. 4000 kiló ámbrából készült. 6 pocok és 4 vadászgőzöm. Cetek tucatjai haltak el ezére. Kipusztultak azért, hogy mi legyen. Nem érződik rajta. Nincs különbség? Nem, de te mondjuk nem eszel ilyen nagyon... Nem, nagyon szeretem, hogy nagyon erős. Igen, nagyon erős. Csülköt zabálok egyébként. Zsül lehetne a tesztalany még, de őt nem merem megszagolni. Zsül, te nem vagy vega. Te nem vagy vega. Nem? Ez rendes húst. De valószínűleg inkább a Janival kéne szagoltatni, mert ugye ő neki tiszta az orra. Na jó, de én saját magamat szagoljam. Igen, az nincs másik vegás. Uh-huh. Jó, lehet, hogy ezt nő írta egyébként? Azon gondolkozom. Aha, mert hogy a vegán hölgyeket kérdezi, hogy a párotok is ilyen. De akkor ez nem mintha lenne jelentős. Ez a vehemencia egyébként inkább a hölgyekre jellemző. Inkább a hölgyekre igaz, igen.
Én azért nem kötnék kompromisszumot olyan téren, hogy most vegán hölgy vagy húsevő hölgy. Hát nekem tök mindegy. Csak valaki szagolgasson már. Csak valakit megszagolhasson már. Igen, teljesen mindegy. Nagy, én nagyon ritkán vagyok egyébként, sőt, egyáltalán nem vagyok társkereső, mert hogy most mit csinálják társkereső? Hát már hova? Nagyon unatkozom, elolvasok egy-két hirdetést, de biztos, hogy... Akarsz címlapokat? Nem. Biztos, hogy találni egyébként rettenetesen beteg hirdetéseket, amikor valami olyan elvárása van az illetőnek, vagy valaki olyat keres, aki hát tulajdonképpen egyedi módon értelmezi a dolgokat. Most az Anna is jön, nem azt mondtad, vagy nem jön? De egyébként, idős, tehát, hogy ez nem, amire akar jönni, csak ez aztán nem jön. Azok a fajta szempontok, azok a fajta életmódból fakadó szempontok, amik mondjuk ugyanígy igazak a dohányzó, nem dohányzó dologra is, nem? Mert tehát, hogy van, aki egyszerűen megőrül attól, hogy a párja dohányzik, vagy pedig az a nő, akit mondjuk így kiszúrt magának, akivel nagyon szívesen elképzelni a jelenét, jövőjét, vagy az a férfi dohányzik. Tehát, hogy ez borzasztó. Annak idején, amikor én Munival összejöttem, akkor ő még dohányzott. És egy picit miattam kötöttem meg azt a kompromisszumot, hogy leszokott a cigarettáról. Leraktam ez itt láb a színfit? Igen, persze. A félbetölt színfit. És a Kossuth, hogy mit szívod? Nem, hogy két doboz Kossuth. A románcok. A románc, jó, de gyönyörű. És akkor ő már vegás volt? Ő előbb volt vegás, mint én. Aha, előbb lett pontosabban. Tehát vegetáriánus lett, igen, és dohányzott. És én egy vagy két évvel rá lettem vegetáriánus, de ő akkor még dohányzott, és nagyon fura volt. Tehát, hogy aki nem dohányzik, és összejön egy dohányzóval, annak egy picit, tehát nagyon-nagyon nehezen megszokható. Igen, de a szerelem meg az azt mondatta veled, hogy hát majd hát, ha változik a dolog, nem? Tehát, hát hogy azért persze. Nem mondtad azt a Móninak, hogy jó, akkor te dohányos vagy, pusztulj mellőlem, és nem járok veled. Hát akkor mit? Elsősorban nyakalat kalandoztam, hát ennyi. Nyakalat és lejjebb, illetve egy rágót pecköltél a szájába csokolózásra. Aki nem szereti a cigarettaszagot, ha az. Te nem dohányzol, akkor a szinte elviselhetetlen. Az. És ott egyébként a fogmosás meg a rágó sem segít. Volt egy magyar tanárom, az minden szünetben dohányzott, és mindig hívott egy kávét. És ez a kávé és a cigaretta, azt hiszem, hogy piros szimfóniát hívott, akkurátosan piros szimfóniát. Az feeling már. Tehát és egy ilyen kávéval összekeveredett ilyen finom szimfónia illatait, ami már így a pulóveréből is áradt egyébként. És hát... És amikor csókolóznod kellett vele. Igen. Ilyen sorolják fel három nyugatos írót, vagy költőt, és mondtam, hogy akkor inkább legyen. A Smaci is mondta, hogy rendben, Balázs, inkább legyen ez, ha már ennyire nem vagyunk. Balázs, ez a nyugatos írókból költő. Nincs meg. Igen. Nézek egy-két hirdetést egyébként, és tényleg érdekes dolgok van. Múltkor akartunk, emlékeztek, fel akartunk hívni egy férfit, aki hirdetésben keresett olyan hölgyet, akinek van láb illata. Igen, arról beszéltünk, hogy ez kiplakátolta. Ő is azért, az is láb beteg. Illat. Hát lábszag, csak nem akartam már. De lábszagú hölgyet keresett. Hát most az is ugyanez. Van egy kéziszótár a férfi társkereső hirdetések. Ez azt mondja, hogy ezt ismerned kell, ha te mondjuk pasira vadászol. És ha te szeretnél magadnak valakit találni, akkor ezeket a hirdetéseket meg kell tudni fejteni. Vagyis aki sokat kalandozik ilyen oldalakon, az előbb-utóbb tudja, hogy ha valamit beír magáról a pali, ez mit jelent valójában. És valaki ezt összeszedte, nagyon jó dolgok vannak benne. Azt írja, ha például egy férfi azt írja magáról, hogy 40-es, akkor az azt jelenti, hogy 25 évesekre vadászó 52 éves. És egyébként tök igaz, hogy beírod, hogy 40-es, akkor azt a 40-es évek vége felé közelítesz. Nem? Akkor mi ezt írhatnánk a Janival, ugye, hogy 40-es férfi, igen, mi van még a szótárban? Azt mondja, hogy például, ha vala azt írja magáról, hogy pasi, egy társkereső vagy szórakoztató, az azt jelenti, hogy jól áll van egy távirányítóval és egy láda sörrel. Ragaszkodó, az túlsúlyos és rettenetesen szőrös. Az érett, az idősebb, mint az apád. A fit az azt jelenti, hogy minden héten bowlingozik körülbelül. Tehát ezeket így kell fordítani. Igen. Például van egy lánynak a hirdetésed, és érdekes, lány 23 éves, jól szituált, kellemes külső, jó testalkatú, fekete hajú, kék szemű, hasonló tulajdonságokkal rendelkező férfi ismertségét keresi, akinél akár 10 köbméter töltyfa gerendát is eladna. Gyakorlatilag neki megvan ez a 10 köbméter töltyfa gerendát, és ez valaki rá szeretné sózni. Na, drága hallgatók, írjatok meg nekünk, jó, hogy ti milyen érdekes dolgokkal, vagy fura dolgokkal találkoztatok, miközben társkereső oldalon
falakat, böngészetek. Mi volt az, ami megütötte a szemeteket? Jó, mivel találkoztatok, ezt írjátok el nekünk, 4 perc van pontosan. 9, egy picit zenélünk, aztán jövünk vissza már. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Fura társkeresős ajánlatokról, feltételekről, kérésekről beszélgetünk, akinek van ilyen, nyugodtan küldje el nekünk. Mert ugye egy hölgy feladott egy hirdetést, kicsit elkeseredve, hogy vegán, 3 éve egyedülálló, és nem talál magának senkit, mert nem tudja elképzelni, hogy megcsukoljon egy dögevőt. Aztán segítségét kért a többi vegán hölgytől, hogy a párujjuk is vegán, és mennyire okoz ez fennakadást a mindennapokban, hogy lehet-e tolerálni a tetemet egy közös hűtőben például, vagy a szagokat, a tevét is, vagy a nagyon különböző életfelfogást. Kértük a hallgatóinkat, írják meg nekünk, hogy ők milyen furcsa kérésekkel, feltételekkel, óhajokkal, sóhajokkal találkoztak már. Vagy amikor elolvasták a hirdetést, vagy amikor elmentek randira, és az illető előjött azzal, hogy ő valójában mit szeretne. Vagy hogy valójában miért jött, vagy hogy valójában neki milyen fétiche, kívánsága van, és szeretné azt a másik, aki ott ül az első friss randin, megtenné, vagy megcsinálná neki. Na, hát nagyon klassz kis SMS-ek vannak, itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló! Sziasztok, Ingrid vagyok, jó reggelt! Szia! Ingrid, hello! Na, te mit tapasztaltál? Ez személyes találkozó volt már, vagy már valami furcsát olvastál a hirdetésben? Isten őriz, hogy a személyes találkozóig eljutottunk volna. Nem, egész egyszerűen annyi történt, hogy egy társkereső oldalon voltam fönt, ahol rám írt egy nagyon szimpatikus fiatal srác, aki elmondta, hogy nagyon tetszem neki, nagyon szimpatikus vagyok, és hogy szeretne randira hívni, de hogy semmi szex, semmi egy éjszakás kaland, ő tényleg ismerkedni szeretne. Hol mondom, csodálatos. És ehhez képest egy olyan negyed óra beszélgetés után ő felvetette a témát, hogy hát ő engem annyira kíván, és hogy nagyon szeretne velem lefeküdni már az első randin. Mondtam neki, hogy hát nézd, ez attól függ, hogy mennyire működik a kémia, és élőben mennyire tudunk egymással kijönni. Erre szépen lassan elkezdte elcsatálni, hogy hát neki van bizony egy ilyen kívánsága, és azt nagyon szeretni. Jaj. Ez egyébként e-mail volt, vagy telefon? Tehát, hogy, nem, ez messenger. Igen. Hát félve rákérdeztem, hogy ugyan mi is lenne az. Majd ő közölte, hogy ő, mivel a fényképeken, ilyen egész alakos fényképeken, persze ruhában, látta, hogy nekem milyen formás lábaim vannak, ő nagyon szeretné azt, hogyha ő ezt begipszelhetné. Nem mondod komolyan. Tehát szeretné begipszelni a lábadat. Igen, szeretné Jézus begipszelni a lábamat, vagy bármi másomat, de őt ez nagyon izgatja, és hogy mint előjáték ő ezt szeretné, és föl is ajánlotta, hogy neki vannak ehhez különböző szerszámai, meg alapanyagai, meg mit tudom én is. Mondta, hogy hát ő nagyon szeretne engem begipszelni. Mondtam neki, hogy szerintem keresd meg ezzel valaki hasonló aberrátat. Nézd, amíg nincs előtte törés, aha, tehát nem az van, hogy begipszelem, de előtte eltöröm, addig aztán nincs nagy baj. Igen, eszedbe se jutott, hogy legalább megpróbáld, hogy milyen, amikor ott ülsz egy randin, és egy vadidegen csávó gipszeli a bokádat például. Simogatja el a ízét, az anyagot. Igen, ennek van húzása, ennek a sztori. Ez így önmagában volt nekem nagyon borzasztó, ahogy leírta, és elképzeltem, ahogy ülünk az ágyon, beszélgetünk, és szépen lassan így begipszeli a lábam, és ahogy ő erre gyakorlatilag rágerjed. Tehát azért ezt a szituációt elképzelni számomra nagyon fura, és akkor utána még végig gondolod azt, hogy ott van a lábadon egy nem tudom hány kilós gipsz, frissen, és akkor azt még megvárjátok, még megszárad, még esetleg utána. Akkor beszélgettek, kicsit leázgatok, utána leszedi, vagy abba hazamész. Igen. Na, de gondoljatok el, hogy mekkora kincs lehet egy ilyen ember, mondjuk a baleseti sebészeten, nem? Tehát, hogy nem látod az unalmat, a rutint, a tudod, a fásultságot. Kezdjél el az opsiban körülnézni, mert mondom, ott esetleg találsz erre még embert is, aki örülne ennek. Így egy hallgatom, hogy szobrász vagyok, csak a negatívot akartam levenni. Le is ráztam, tehát nem is volt folytatás, gondolom, nem?
Hát ő részemről nem, ő még azért ostromolt jó ideig. Próbálkozott, tehát próbálkozott, abszolút. Hogy akkor nem az első randin, nem akkor... Legyen csak fájlő. Legyen csak fájlő. Legyen csak hármasas kötés. Az elsőre csak. Igen. Na és azt utalban valaki találtál valakit, vagy továbbra is ilyen társkeresőkön ismerkedsz? Nem, azóta nem találtam senkit, és igazából mivel ez az egész társkeresés nem szól másról, csak egy ilyen húspiac az egész, ugyanis itt hiába írja ki bárki, hogy tartós kapcsolatot, komoly kapcsolatot szeretne, kettő mondat után kiderül, hogy mindenki csak a szexre hajt, és semmi másra. Tehát ez mondjuk ezzel persze nyilván... De szomorú világ ez. Igen, tehát önmagában nem lenne ezzel baj, csak most mondj valami rosszat. Igen, mondjuk ez az első, amit elmeséltem, az számomra egészen borzasztó volt. Igen, a gipszelés az erős. Igen, igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad. És tényleg senki azóta se Ingrid? Tehát nem, csak ilyen kis rövidebb kalandok, semmi komoly? Hát azt nem mondtam, hogy semmi. Azt kérdezted, hogy van-e valaki? Nincs senki. Nincs. De azt nem de mondtam, azért, hogy... Néha akad a szákba azért egy nagyobb hal. Hát azért így becázgatsz. Néha. Egy erős rosta után azért, igen. Na jó van. Oké, okay, Ingrid. Puszi, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Nagyon szívesen. Sziasztok. Hello. Szia. Hello. Ciao. De gipszet csinálni, gipszet. Hát de szerintem ez még egy ilyen tolerálható betegség, nem? Én valami sokkal durvábbra számítottam, de ehhez képest ez a gipszelés hihetetlen, valaki erre gerjed. Jó reggelt, elmúlt hetekben egy társkereső rám írt egy lány, hogy szia, mondanom sem kellett, megörültem, azonnal visszajöttem, hogy szia, egy kis kacsintó smiley-val. A következő üzenete egy kérdés volt, 15 000 forint érdekel alkalmi szex? Erre csak én tudtam reggelt, 20 000 forintért vállalom, ha ráfizet, akkor oké, soha többet nem írt. Jó a válasz. Igen, az egyik konkrét társkeresőn hirdet egy 75 pluszos dekoratív hölgy, és mindenre nyitott 20 és 55 év közötti pasikat keres. Az élet most kezdődik, elég ére. Nagyon szeretem, 75 pluszban. Kicsit még meghúzza az utolsó néhány évet. És nagyon nyitott. Írd már meg, légy, hogy fényképesen. Tényleg, hagyd keresik meg, hogy hol találtad, igen. 20 kötél 55. Tehát azért tágazó. Nem válogatós. Lehet kis fiatal, kis csikó, vagy jó, mondjuk, kis öregebb kis 75 évesként, ugye maximum egy 20 évvel fiatalabbal vagy hajlandó ágyba bújni. Tehát 20 és 55 között keres. Most egy 60-as, az neked már fafú, 75 évesen, az öregecske. Az öreg mi? Igen. Pár levélváltás után azt kérte tőlem az úriember, hogy ő azt szeretné, ha magas sarkuban lépkednék a hátán. Finoman elköszöntem. Lófarkas István egy keresi hasonló adottságokkal rendelkező társadalmi operáció. Igen, nagyon rég. Társkereső legfurább az apámat volt látni. Írja nekünk egy hallgató. Főleg úgy, hogy nem vált el. Az milyen, amikor meglátod a saját apádat egy társkereső? De az érettségi zakójában. Egy ilyen nagyon rosszul sikerült fényképpel ott ül az apád. Ilyen béna megkötött, ilyen csomóra kötött nyakkendőbe. Annél a nagyon szürreális lehet. Hello, Anna. Hello, sziasztok. Most beszéltem vele, csak nem tud most egyéb elfoglaltságai miatt adásba kerülni. Évának hívják a hölgyet, hát ő barátnőjének segített regisztrálni társkereső oldalon, és akkor meglátta édesapját. De papa, hogy tudjuk, hogy papa egyébként még házasságban él? Hogyne, házasságban. És papa földobta magát a társkeresőre. Igen, igen. Szexpartnert keresett apuka. 56 éves volt apukája akkor. Ez 6 évvel ezelőtti sztori. Na, csak ugye a feleség azért az egy viszonylag zavaró tényező. Erős kifogás, hogy miért nem, de... Mondom, de ősz a barátnőt mellett magyarázott, hogy mit, hogyan kell, beállítások, egyébek. Figyelj, ez a fotó. Nem akar beszélni, hogy milyen fotó volt? Nem tud most sajnos. Hogy találta meg az öreget? Családi albumból vette be a képet, vagy levágta a nagymamát? A feleségét finoman körbevágta, és azt lefotózta, vagy magáról egy ilyen szelfit próbált csinálni. Tehát, hogy készült maga a kép? Jobbról van benne egy ilyen kis kanyarulat. Tudod, egy szívben van elvágva a kép. Hátul egy karácsonyfa, tehát tudod, hogy egy ilyen családi karácsony este készült a fotó. Nem tudta elmondani. Nem. És megbeszélte vele utána? Tehát oda meg, vagy azt se tudjuk? Nem beszélte meg vele, kifaggattam éván. Nem. Igen, ez egy jó kérdés. Tehát, hogy felrúgod-e a családi békét, persze, ugye, hogy most ezt mamának elmond, vagy hagyod, hogy papa kicsit kalandozzon a társkereső, nem? Hagyta, tehát nem szólt semmit. Nem szólt semmit. Fatera se beszélt? Nehogy nem beszélt apukájával, de nagyon meglepődött rajta. Igen. Sok lány van a társkeresőn, aki azt írja, hogy szexet adna a mobil feltöltésért. Óva. Ezt András. Nem mondd már.
Miért? Mikor, nem a Balaton, nem mikor a Balatonszondra azt hallottad, igen, hogy ugye lányok így adják fel életi, ja, az áldogálnak. Jó, napi azért egyért. De akkor miért mobil feltöltés? Hát miért nem kéred el a pénzt érte? És akkor te majd feltöltöd meg. Nyilván kenyérre kell. Tehát akkor azt is tudsz belőle venni. Nem? Akkor amit ígértetek, USB kábelt, minél előbb hozzátok már belétsz, mert szükségem lesz. Igen. Azt mondja, hogy nemrégiben Facebookon említ egy férfi azzal a szöveggel, hogy érdekelne a munka. Rákérdeztem, hogy mire gondol egyáltalán, meg hogy honnan ismerjük egymást, ő kitalált, hogy lényegében az lenne a feladat, hogy őt is egy magas sarkú cipőben kéne taposni. Miután szerintem jogosan kiakadtam, és elmondtam neki, hogy örüljön, hogy nem jelentem fel zaklatásért, még én voltam fogalomzavaros. Van egy saját web oldala is, ahol ezeket kéri. A tűsarkó az belemegy a hátadba, nem? Igen. Ugye? Többek között ez a hátránya is megvan. Igen. Társkereső oldalon még annó találtam egy gyöngyszemet. Sziasztok, József vagyok, 34 éves, jelige 20 plusz kupak, nem kamu. Plusz kupak! 20 plusz kupak, nem kamu. Jeliz felkiáltál. 20 plusz kupak, nem kamu. 20 plusz kupak, nem kamu. Úristen, mekkora duma. Tetszik, mi az? Nem tetszik. Nem. Baromi beteg. Őszinte. Hát most mi? 20 plusz kupak. Hát, ha ezt betegnek tartod, akkor még nem volt dolgod ilyennel. Hát nem volt dolgod. Ezt még kihagytam. Nem plusz kupak. Úgy érti Anna, hogy 25 plusz kupak alatt ő nem ismer. Ja, pont. Köszönöm, Jani. Így jól mondtad. És a duma 20 plusz kupak, nem kamu, jeliz. Tehát egy sok felkiáltó jele. Na jó, van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Mutatjuk, hogy mi a beugró, ha játszanátok hármas ugrás, figyeljetek. Jól hallottuk. Első micsoda benne, de jó. Meg is hallgathatnánk 9 után. Meg is. Régen szólt. Mutatjuk még egyszer, figyeljetek. Hát ez ma tényleg, ez ma nagyon könnyű. Írjátok meg, mit hallottunk, jó? Dal, cím, előadó is jó nekünk, bármelyiket külditek. Az a lényeg, hogy kettő legyen, abból a kis egyvelekből, amit most hallottunk, ha szeretnétek hármas ugrást játszani. Jó? Küldjétek el, hogy mi volt ez. 6 perc, pontosan 9 óra jövünk, Ákos Hírei. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Nem sokára becsengetnek. Bebizony. Kezdődik az iskola. Már csak egyet alszatok nyugodtan ma éjszaka. Van, már holnap elkezdődik? Hát nem, hanem ma éjszaka még nyugodtan alszol, de holnap este már úgy fekszel le, hogy reggel ébresztő. Egyébként, hogy minek ez a két nap már most, tehát csütörtökön évet nyitnak, jó tudom, hogy van, ahol már megvan, de valahol csütörtökön évnyitó, pénteken pedig van 4 osztályfőnöki óra, érted, ahol tetsz, szerintem tanítás. Hát szokják az elsősöket, mi van, új közeg, persze. És akkor hétfőn már lehet rendesen gyanulni a kölyköket. A Pitagorasz tétel. Azaz, színuszkosz, házi feladat. Szombat, vasárnap még lehet ápolni a lelkeket, amik megsérülnek már ugye pénteken. Aztán hétfőn indul a deriválás. És minden, ami az elsősöknek szól. Mindjárt 350 ezernél lesz egyébként a Huna nyár fönt, a legnépszerűbb videó megosztó portálon. Jól lenne novemberig felvinni egy, mit tudom én, 5-600 ezerre, mert utána már nem tudjuk fogni a Petinak a kezét. Mégiscsak a Petinek is csengés. A YouTube kicsit. Ha már mi ennyire önzetlen módon lemondtunk mindenről, ami egyébként ezeket a dalokat illeti. Legszívesebben az asztalra pattanik az irodámmal, sőt, ezt nem lehet. Itt a zenét írja egy hallgató, imádlak titeket. Na ez ám a zene, nem az, amit abba a házi naponta ismétel van. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált az USB kábel tekintetében. Nagyon jó fejek vagytok, köszönöm szépen, lehet rátok számítani. Így van, elsősorban azoknak köszönni, aki megért, hogy hol lehet utángyártotta tenni. Az eredeti üzeneteknek is örül, de azt kevésbé respektálja igazából. Előnyt élveznek az utángyártottak. Az utángyártottokról szóló SMS-ek. Viszonylag kevés a közlekedési hírünk, lehet, hogy minden rendben van az utakon. Nyugi van, nincs dugó, nincs nagy baleset. Jól lehet haladni az M3-ason, ahol ugye minden reggel általában történik valami, egy-két trafi, de úgy általában ez most a hidegfront, ez a hidegfront, ami most átszaladt az országunk felett, nem kavarta fel az állóvizet, mert
Hát nincs sok baleset. Hál' Isten egyébként, ez jó. A Dabasi lehajta előtt a felüljáron, lézersó van három lábúban. Az M5-ösön van ez egyébként Szeged felé. Úgyhogy mindenki menjen lassan. Az M7-esen szintén trafiznak a 141-es kilométernél és a 84-es kilométernél, Nagykanizsa felé. És a 129-esnél is mindkét oldalt mérik, vigyázzatok, jó? M35-ös Debrecen felé trafi a 8-asnál, és a Kondorosi út előtt Orsi elküldte nekünk, hogy a Szerémi úton is trafiznak. Pedig ott valami nagy út felújtás van. Így van, az egészet feltúrták. Meg is csinálják, hogy csak feltúrták? Hát, van koncepció, remélyük, vagy csak valaki nekiszaladt. El kell költenénk nagy adag pénzt, valami gyorsan feltúrtak. M1-es Budapest felé a 140-es felüljáron három lábú. Kint vannak a rendőrök sátolyai a új helyen, szép halom felé. Nem mondod. Jéka. Itt vagy már. Maglódnál az M0-ás körforgalomnál van egy koccanásunk, torlódik egy picit a forgalom, és hát a 17. kerületben a Kucorgó tértől a Köki terminál felé kiválóan lehet haladni, írt egy hallgató. Kucorgó, ott maradtak. Végérvényesen. Segítséget akarok kérni tőletek. Imádok segíteni. Igen, na, azért gondoltam. Abban nagyon jó vagyok. Gyakorlatilag az elmúlt 8 évben bármiben fordultam hozzátok, másodpercek alatt megoldottuk az én életem. Igen, az... egy nemmel. Igen. Hát igen, de akkor, de megoldottuk. Vagy én azt tudtam, hát, de megoldottuk, és most is ez van. Az történt, hogy Velencén. Na, mi van Velencén? Mindig történik valami. Ott mindig, nagyon jó hely. Ennek annyira mondjuk nem örülök, és a többi gyerekes szülő sem, mert az a hely, ahol mi lakunk, ugye ott ugye 27 vagy 28 ház van, és ahogy megyünk be, a bejárat, egy ilyen sorompós bejárat van, ott van egy pici olyan rész, amit nagyon szépen körbenőttek a bokrok, és oda a tulajdonosok fölállítottak egy trambulint, ahova a gyerekek előszeretettel járnak ugrálni. Ez a ilyen 3-4 méter átmérő. Ez még így nagyon jó. Igen, ám. Ha te járnál oda trambulinozni. Megmondom neked őszintén, hogy volt a nyáron olyan este, amikor kipróbáltuk. Milyen magasra tudtál felugrani? Mi az, hogy milyen magasra? Kilőtt a trambulin föl? Nem, fölment a trambulin, és leért a lábam a földre. Nem tudok, és álltál a földön. Igen, mint a szoknya lett volna rajtad, vagy ilyen zsákban. Legyúlt a trambulin a földig, nem ez a lényeg, a srácok erőszeretettel használják, többek között az én két srácom is, és hát mindenki, aki ott lakik, és nyáron először azt vettük észre, hogy jönnek vissza a gyerekek, és azt mondják, hogy valami van az egyik bokorban. Hát nyilván mondtuk nekik, hogy semmi, mi lenne ott, egy kutyus arra szaladt, vagy akármicsoda, vagy az egyik társunk. A vérfarkasok, vagy valami. Menjetek vissza, ugráljatok, mondták, hogy ők nem mennek. Na hát ekkor azért már érezted, hogy valami baj van. Visszamentünk, de nem volt ott senki, úgyhogy a gyerekek ugráltak tovább. Azonban most már az elmúlt hetekben egyre többször a bozót mögött egy meghúzódó fiatal embert véltek felfedezni többen is, aki hát nem jutott el odáig még a beszámolók szerint, amit ilyenkor szoktak, hogy ugye kabát széttárás, nadrág lehúzás, de saját magát már így nadrágon keresztül elég erősen megmarkolta, tehát hogy el ne essen a dologban, és nézi a gyerekeket, és közben ott olyat tesz, ami hát vélhetőleg ilyen pedofil jellem kapjuk el, verjük meg. Na, ezt akarom kérdezni, hogy most már nem láttuk két hete, hála Jóisten, tehát lehet, hogy leszokott róla, de hogy az van, hogy az egyik apuka utána eredt, aki ezt pont látta, de sajnos a fiatal ember nagyon sportos, és elsprintelt előle, hogy abban az esetben, ha én valami oknál fogva ezt a fiatalt elkapnám, akkor üthetem-e addig, amíg levegőt vesz? Hogy honnan tudjuk, hogy fiatal? Nem is biztos, hogy fiatal. Á, de látták már többen, tehát egy ilyen 30-as. Hogy elsprintelt. Az sprintelést is látták, többen utánuk is futottak, de az kiderült, hogy csak az esti futók a hóparton. Utolérlek, megverlek, hülye vagy, minden esélyt futok, hagyjál már. Nem én voltam. De hogy tényleg megtehetem-e azt, hogy ha én elkapom ezt a embert, vagy nem tudom minek nevezem, akkor én nyilvánvaló nem fogom visszafogni magam, ezt most meg is ígérem, még úgy is, hogy a rendőrség is hagyja ezt a beszélgetést, nem érdekel, én biztos, hogy úgy megverem mind a lovat. Hogy lehet, hogy igen, ebből rosszul jöhetsz ki, szóval szerintem... Ha megvernek. Igen. Ha nekiszaladsz, és kicsit erősebb. De hát azért azt így más csekkoltuk. De szerintem 3-4 méterre, hogy eltávolodik tőled, simán el tudod találni egy kalapács fejjel, vagy valami, amit találsz otthon a fészerben. És akkor azt mondom, hogy véletlenül ráesett. Igen. Ugye? Tehát, hogy kell találjak ilyen kifogásokat? A tisztelt bíróság az nem úgy volt, hanem, nem tudom, véletlenül neki szaladt egy faágnak. De hogy van az, hogy mindig ilyen pedofilokba botlasz? De tényleg már kezdek gyanakodni. Tehát a múltkor is elmesélt
Szigetén van Városligete sztori. Mert a hasonló-hasonlót vonza. De nem, a múltkor volt, hogy Városligete sztori. Ott is beleesett a valamilyen pedofilba, vagy ott valaki mutogatta a csúnyáját. Az iskolásoknak mutogatta a csúnyáját. Nem lehet, hogy valaki téged bámul egyébként. Vagy én vagyok. Hogy van az, hogy te mindig beleszaladsz ilyen pedosztoriba, de tényleg. Bárhova mész a környezetedben, ott van egy pedofil, aki markolászta magát és bámulja a gyerek. Mert is pedofil, nem szakál fetisi. Te nem lehet, hogy tényleg vagy. Elvetemült Rákóczi rajongó, még a Best of zenekart követi mindenhova, és kiszúrta, hogy te itt laksz, itt nyaralsz, és igazából utánad megy, és ez rólad. És azt gondolja, hogy a gyerekeken keresztül vezet hozzám az út, vagy mi? Hát vegyél fel egy kis konverszornacipőt, egy kis nadrágot, egy pólót, és ugrálj te egy kicsit ott, és hát nézzük meg, hogy elő tudod ebből csalogatni a nagyvadat a bokorból. Lehet sok titkárnős felnőtt filmet nézett, és ez a szemüvekkel. Várj, fölötte kinézek. De így vagy mindig belebotlik egy ilyen pedosztoriba? Tehát a Városligetben, és nem tudom, vala a gyerekekkel voltatok, és ott majd mesélte, nem? Az iskolás társak jelezték, hogy ott van, tehát ott én valaki matatom, én mondjuk nem voltam. Nem voltam ott, illetve hát nem mondhatom, hogy ott voltam, hiszen akkor azonnal lebuknék, de most tényleg ez volt így a nyáron egyszer-kétszer. Rakjatok ki neki csalit, és akkor előjön, majd csalogassátok valahogy elő. De ki a szomszéd kicsit? Nem biztos, én nem élő csalira gondoltam. Vagy fészkelybe te is. Nem élő csalira, még jó. Fészkelybe te is a bokorba. Fészkelybe a bokorba te is. Vermeld el magad, vigyél hideg élelmet, ülj be a bokorba, és utána valahogy hívjál oda. Hát valahogy elő kell csalogatni. Nem kell álcázó háló, Feri, te is csinálj, mint a pedofil lenni. És odaáll mellé, vagy csávó. Mellé, és kezd el markolászni magad. És ez számára nem lesz. Eleinte persze nyilván ez vele egyfajta szakmai féltékenység, de szerintem ezzel el tudod nyerni a bizalmát. Tehát maga is itt, kolléga úr, mondjam ezt, és markolászom én is magam. De valahogy elő kell csalni. Jó, tehát valahogy elő kell csalni. Csak szóljál a többi szülőnek, hogy ma te vagy a csalogató, tehát nehogy téged verjenek meg. Ott van, nézzétek. Nézzétek, hogy próbál elfogyni. És rádióban is utállok. És agyon vereted magad, mert te csak ülsz a bokorba, és egy ilyen egyéni akciónak köszönhetően megpróbálod a pedót elkapni. Mi történik? Kiszúr egy agilis anyuka, és így három baseball ütővel, egy kalapáccsal, vagy két szorstokkal agyon vernek téged, hülyére vernek, és kívül, hogy te nem akartál semmit, te csak megpróbáltad elejteni. Igen, ráadásul te még nem futsz olyan régóta ahhoz, hogy elég gyors legyen. Érted? Meg ha ellenkező irányba szaladtak, lehet, hogy utána fognak indulni, mert te leszel egy picit lassabb. Igen, most tényleg próbálok gyakorlatias módon segíteni, tehát mielőtt ez bárki megírja, hogy ezen viccelődünk. Nem, mondjuk a megszólásba, tessék az egészet meghalani. Felvezettük a dolgot, beszéltünk róla, valóban szörnyű. Hát igen, ez beteg morális kérdés, hogy most mit csinálsz vele, ugye? Tehát, hogy ez egy nehéz kérdés. De ha elnyered a bizalmát, megvered, még önbíráskodik, és el is ítélek. Egyébként fura a helyzet, de tényleg. Figyelj, a túlsztárgyalók valahogy is olyanok, hogy gyakorlatilag a túlszejtőnek a bizalmába férköznek. Elnyerik a bizalmát, ők azt érzik, hogy azt próbálják elhitetni vele, hogy ők megértik a problémáit. Igen, akkor mit csináljon, Feri? Menjen oda, és beszélgessen vele. Dumcsizzak, de miről? Tehát nyilván ne az abberát szokásáról kérdezem, hanem valami ízét sétálgatunk a jó neked időn, vagy mi legyen. Szőke, de te türelmesebb vagy. Várok még pár évet. Vagy hívjam el egy fröccsre, hogy addig nem iszunk meg egy valamit, ami... Többször volt már? Többször jött? Két-háromszor látták a nyáron. Kétszer vagy háromszor. Igen. Uh-huh. Tehát visszajáró. Vagy tegyek ki csapdát. Már mit egy ilyen, hogy hívják, hogy egy ilyen farkas csapdát. Ez egy húrkot, igen, és ráncsom meg a lábát. És akkor beleraksz egy izét, egy mit tudom, egy ilyen teddy macit, vagy egy, hogy hívják ott, egy ilyen kis plusz pokémont, és akkor hátra utána nyúl. Mert azt gondolja, hogy igen, valamelyik kislány vesztette el a Barbie babát, hogyha ez most nálam van, lehet, hogy... Öltöz be csecsemőnek, mint Bud Spencer írják egyébként. Nem, a lényeg csak az, hogy a végén nagyon meg legyen verve. De kicsit azért, úgy látom, hogy azért itt is egy másik véres apuka. Figyelj, vannak olyan dolgok, amik miatt azért az ember úgy szívesen jár szerintem bíróságra. Tehát, hogy nem bánja azt a kis időt, amit aztán belefetszöl. Főleg, hogyha büntetlen előéletre való tekintettel azért kis néz egy felmentés, vagy egy felfüggesztés. Azért sok olyan apuka van köztük, szerintem én is, meg én azt gondolom, hogy talán itt mindannyian a stúdióban olyanok vagyunk, akik így mondjuk egy felfüggesztetet bevállalnánk azért, hogy elhelyezzünk az arcán egy-két jól irányzott ütést, vagy
De mi van, nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is. Tehát miért nem fekszel ki napozni egy kicsit ott az ugrálóvár környékén? Akkor hát, mit hát, lehet, hogy tényleg valóban lehet, hogy utána jön, és akkor elő tudod csalogatni. Fecskébe vagy annélkül? Állítsam fel a rugat, vagy hát, ne? Nem, kifekszel egy szál fecskében, ja. Kicsit ott kenegeted magad. Hát itt ugye lehet, hogy nagyon aberált, és egy 50-es szörös fecskében. Ó, de szeretem, ha nézzen. Csinálsz egy ilyen. Szolidan kulturáltan nyitott combokkal, amik a nádas felé néznek. Na. Tényleg befekszel így észak irányába, szétnyitott combokkal. A győzelem jelét mutatva a combjaidra. Az többi szülővel kialakult már ilyen kommando, hogy őrséget álltok ügyeletben vagytok. Nincs. Meg kell szervezni. Igen, ja, hogy csináljunk egy ilyen telepi őrséget. Legyen egy ilyen. Bármi van. A riadó lánc van, mert ugye én is egyik apukától tudtam meg az első ilyen akciót, és akkor erre fölbuzdulva nézegettünk egy kicsit jobban utána a dolognak. Most már mondom, hála Istennek eltűnt, tehát volt nyáron így három alkalom, lehet, hogy egy ott nyaraló volt egyébként. Aj, ki az pedóverő víderő? Csak a fény! Pedóverő víderő. Pedóverő víderő, igen. PVV. És mi legyen az egyenruhánkkal? Csak nem masírozatok, mint a Magyar Gárda léci, tehát hogy ne csináljatok ilyeneket. Egyenruhában ott aztán szépen masíroztok le föl Velencén. Mondjuk velük még lehetne azonosul. Már mind nem a Magyar Gárda, hanem Ferékkel. Igen, ez szülőként az ember megérti. Hát azért kinyílik az embernek a bicska zsebébe, hogyha belegondol, hogy a gyerekeid ott játszanak, és egy ilyen beteg állat ott lapul a nádasba, és ott mutogat, hogy egy éppen boldogra próbálja magát tenni, hogy rohadna megélve. És Nádi Rigónak álcázza ja, magát, ne legyen gyanús. Szóval nem tudom. Igen, kérdés, hogy mit csinálsz, utána veted magad, és akkor te becserkeled. Szóval... Egyébként annyira elborult az agyam, amikor már csak hallottam is, hogy az volt az első, hogy engem nem nagyon érdekelne a dolog, hogy lesz következmény. Magad kimentél az üdülözetbe, gyorsan megvertél nyugdíjas. Elkezdéseképpen egy nyugdíjasról levezetted a feszültségre. Már nagyon idegesség, Márika néni jön kép a fonérben, mert valaki le kell vezetnem. De annyira fölül, megvertem a gyerekeket. De érdekes lettem, megvertem. Mi az nyugdíjas, játszotok? És a szomszéd gyerekeit. Annyira felúztam magam. Arra jött egy néni, meg beajítottam a gurulas szatyrát a tóba. Úgyhogy már bevásárolt, igen, benne de volt az áru is. Igen. Vásárlás után bedobtam. Meg kellett még egy körte kóba. Na jó, hát szóljám. Ha van valami, jó, ha nem jövök, és a rendőrség érdeklődik nálatok, hogy egyébként milyen gyerek volt ez a Feri, tehát az agresszivitás látszott rajta, akkor biztos, hogy ez van, hogy akkor elkaptam. Annyi van, hogy ha elássátok valahol, akkor mindenképpen legyen rajta valami kis törött nád, vagy ilyesmet tetelé, vagy simítsátok el a tetejét. Jó, tehát a friss ásás nyomok jó, és ne átérem, mert az előbb-utóbb elő kell. Igen, tehát ügyesen nincs ezértek el, igen. Azt írja valaki, kezdje vele szakmázni. Kazi írja, hogy ezeket nem, jó, nem, ezeket nem olvasom, mert aztán megírnak bennünket közben, igen. Persze nem ezen humorizálunk nyilván. Na, játszunk egy jó kis hármas ugrást, jó? Milyenek a kérdések, Jani? Nagyon jót tettél össze már? Nagyon finom, nagyon meleg, nagyon erős? Szerintem gyenge. Gyenge kérdésről? Nem, abszolút. Igen? Mennie kell. Na, meglátjuk, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Feri. Hello, sziasztok mindenkinek. Mi újság, hogy telik a reggeled? Dolgosan telik. Mit melózol? Mit csinálsz? Hát én egészségében dolgozom, és éppen itt a munkahelyemen vagyok. Lábakat gipszelsz? Nem. Mert akkor megvagy? Nem, az nem én voltam. Úgyhogy nem. Na, mit csinálsz? Tudhatjuk az egészségügyön belül? Hát igen, hát én radiológus leszek majd, hogyha elvégzem. Ó, szakmabeli. Igen, szakmabeli. Hát szeretsz radiózni. Így van, de radiológus, vizsgálod a különböző rádióműködése. Tehát, hogy elemzel, vagy röntgenképeket, nagyjából erre gondol egy laikus, ugye, hogy egy radiológus. Igen, röntgen, CT, MR, ilyesmi, igen, ultrahangozunk, ilyesmi. Hogy ezt a hivatást választottad? Igazából ez elég tetszett meg a, hát, tehát igazából a, tehát nagyon gyorsan, ez egyik leggyorsabban fejlődő szakterület, tehát így a technikai vívmányok azok elég jó, gyorsan jönnek, és gyorsan változik igazából ez. Ha meg izgalmas az emberi belső, nem? Hogy így... Hát igen, egyrészt ez is, meg egyébként a széles paletta, tehát hogy igazából mindegyik szakterülethez van között, tehát mindegyikben kicsit így otthon kell lenni, tehát hogy
tehát hogy nem mindegy, szóval. Tehát, hogy összetett, igen, pont ez a jó benne, igen. Igen, összetett. Oké, na figyelj, de akkor mondom az első kérdést. Jó, így szól, melyik Oscar-díjas színész filmje a Nincs Bocsánat, a Mindenható és a Bakancslista többek között? Hát nyilván nagyon sokat lehetne mondani. A Bakancslista, a Jack Nicholson. Már bocsánat. Mi van, rossz a kávé? Mi van, ez kicsúszott? És most nem hiszem el, hogy pont a másikat mondja. Igen, Jack Nicholson is játszott egyébként, nem volt egy túl jó film szerintem. Ez a Bakancslista. Fú. Nagyon majd utána játszok le. De ezt most tudod, hogy most egy picit mindannyian bealattunk, mert mondtál egy rossz választ, mert tovább engedtünk. Igen. Jó, oké, okay. Most nagyon barátiak vagyunk. Mit mondom? Ki mondtad a másikat? Persze, Jack Nicholson mondta. Nem, de az a másik aztán mondta persze, is. Igen. Jó, na jó, de ezt nem hallottuk. Nem járt le az idő. Elaludt a robot. Éppen a szoftver nem jelzett. És benyomja pont a másikat. Morgan Freeman volt egyébként. A lányom kedvenc színésze. Így van. Mi az egykori, az egyarcú színész, mi az egykori Nándor Fehérvár mai neve? Belgrád. Így van. Na, ez szép. Most visszahoztad a renomét. Szép a jogusok renoméje. Na, mi legyen a harmadik kérdése? Menjünk. Azt, hogy melyik sportág világklasszis is képviselője volt Justin Henin? Tenisz. Így van. Hétszeres Grand Slam győztes. Most már visszavonult, ugye nagyszerű teniszező volt. Na, egy nagyon gyenge kezdés után azért belehúztál. Igen. Nászlid van, hogy ezt most megadtuk. Igen, nagyon izgultam az elején, és még ott igen, csak értelem, Bakancslista volt, csak mind a kettőbe ugrott, csak tudtam mind a kettő oszkádi. Jó, ne idegeskedj, már megvagyunk. Köszönöm. Jó, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Oké, nyugodj most már meg. Köszi, Feri, ciao. Hello. Szóval nem volt jó ez a Bakancslista, az azon kevés filmek egyik, amit láttam. Nekem tetszett. De mi történt? Elaludtál is Saskabarén, és mikor fölriadtál, ez ment, és tovább nézted? Nem, a Saskabarét megnéztem, hát viccelsz, hát volt az, Istenem, de szeretem. Ott kezdted el, csak elszendelettél, és... Új, de jó viccek, érted? Kidolgozott jelenetek, de szép az. Nem, na, így egy éjjel étkezem cím, Jósda, azt meg gondolom, végignézted, és akkor... Azt játsszuk már le. Az éjjel étkezem? Nem hiszed el, mennyire szörnyű. Na, hogy jó tetszett a film? Igen, most nyilvánvaló, hogy ilyen nincs, hogy ez a két ember összekerül, meg értjük a dolgot, de hogy az a fajta kapuzárusi pánikos... Neked is megvan. Igen, érted? Hogy azt tudod élni, csak nekem nincs ilyen barátom, aki azt mondja, hogy... Nem vagy beteg. Igen, nem fekszünk egy kórházba egy Jack Nicholson kaliberű emberrel, aki megvalósítja azokat az álmokat, amiket én pénzügyi okok miért nem tudok megvalósítani. Nem jó? Szerintem jó volt. Szerintem nem. Hát, mehetünk tovább. Figyelj, meggyőztél, ez egy olyan ér volt, ami... Szerintem egyáltalán nincs igazad, mert nem. Jó. Szerintem egy kérdés dolgot kellene csinálni. De miért? Nem volt jó az alakítás benne, vagy nem volt jó a sztori? Nem, figyelj, te csinálsz egy ilyen filmet, akkor legalább menj el azokra a helyszínekre. Ez igen, ez zavaró volt. Szóval a Taj Mahal kamu volt, számítógép volt, a Mount Everest kamu volt, számítógép volt. De honnan voltál már a Taj Mahalnál? Hát nem, meglátott, egy cégével csináltál. Meg voltál már a Mount Everest-en? De meg tudom különböztetni az igazi Mount Everest, az egész egy ilyen stúdióban leforgatott közhelyparádé. Nyilván szép a történet, és aztán elviszi a hegyre, és akkor eltemeti ott a barátját, mert ez volt az utolsó kívánság. Igen. De hogy, hát, hogy... ha valaki esetleg még nem jó, oké, jó, rendben, és akkor mondjuk, hogy Darth Vader Luke Skywalker apja, nem állj, 10 éves film, hát aki ezt nem láttad, nem most írja meg, hogy majd is pont akartja megnézni. Most időt ne pazaroljatok, gyerek, még ezek van, nincs rá, én nem tölteném már. És Han Solo visszanyeri a látását a Jedi visszatérve, ezt is most akkor elszpoilerezem. Nem áll, mikori filmet, 5 éves, 8 éves, tehát tényleg. Szóval jó volt, de kivitelezés akkor az, milyen cigivel csináltak? Cigi, igen, számítógép. Tehát, hogy ma van egy csinálsz egy hollywoodi filmet, akkor tényleg, hát legyen anyanyag. Most nem kell megmászni a Mount Everestet, hát de most menj el. A Taj Mahal vállalható lett volna. Az alacsony tátrába, és akkor vegyél föl egy jelenetet, meg menj el Indiába tényleg. Hát az egész látszik. Beütették őket a Universal Studio, nem tudom, kettes Greenbox termébe, és megcsináltak egy ilyen műtermi filmet. Szóval ilyen, nem tudom. Maga sztori jó. De miért neked is van ilyen Bakancslistád, már írogatod? Tényleg, na mesélj egy kicsit. Mi van így az 50 körül, fiúk? Mi? Gyűlik a Bakancslista? Hm? Írtok valamit már? Hát nem, mi azt beszéltünk a felül, hogy kettőnk helyette továltat.
Mi lesz, felkerül egy fél marpa, a farpofádra egy fél marha csületet tovább, mi lesz a kövig? Most kértesz layer feliratot, úgyhogy azt fölrakatom ide. Na őszintén, srácok, mi vár rá majd így 50 környékén? Hm? Lesz? Elkezd az ember írogatni ilyen kockás spirál füzetbe, hogy de jó lenne még ez vagy az? Hát, rád... van valami nektek már így fölírva? Tényleg? Amíg sok ilyet mondasz, akkor megvernek téged is. Csak úgy kérdezem, hogy ez a romantikus pillanat, ez eljön majd, amikor az ember elkezd írogatni, hogy még hova szeretne jutni, vagy mit szeretne megélni, vagy kivel szeretné ezt vagy azt átélni. Van ilyen? Igen. Írjuk már? Befejezem a Stendhal. Igen. A vörös és fej nagyon jó, de a vörös és feketét egyszer már el tudnám olvasni végre, akkor az már milyen jó lenne. A végére írnék valahogy. Jaj. Minden beletünk, hogy jól legyen a műsor. Na, tényleg Feri, mi? Hogy minél legyen? Na, de most őszintén. Tudjak jó alaplevet készíteni? Vagy van? Azt van én valami? Tudok. Tehát te nem tudsz. Nem, tudok. Van valami? Igen, de... Most legyen már! Most rudán szóltam. Ne, meg sem szól. Jézus Isten, mi lesz itt novemberig? Csak hogy mire készüljek? Mert az ember tényleg öregszik, hát aztán... Ti se fiatalodtok. Semmi? Nincs ilyen? Semmi, egy csomó van. Miért ne lenne? Nem mondd már, hogy nincs. Hát csak vannak kitűzött céljaid, mint hogy egész életedben volt kitűzött célod, csak egy kicsit lustában valósítottad meg. Most már érzed, hogy 50 vagy, közeleg a vég. Vagy most már nincs az, hogy majd holnap, hanem elkezdesz neki. Tehát a pergető horgászatot már elkezded nézni, érted? Az egy nyilván nem! De én azt gondolom, hogy kicsit igen. Nagyon más nem mondasz, tehát kezdek arra gyanakodni, hogy kicsit így. Egy tergetés. Igen. Én most valamikor elgondolkodtam rajta, hogy csináljuk már egy olyan adás, volt ez a, szerintem szörnyű bénám, hogy kiszedettem egyébként, voltak ez a barátság pöttyök, amiket csináltatunk, előbb-utam, amikor végre lesz a műsornak, úgyis az lesz az első dolgom, hogy elmegyek itt tovább a szalomba, és leszedettem magamra. De hogy nem ez megmaradt fejében, nem látszik. Nem látszik? Hát hol? De ez ennyi mit van a derekam? De annyi vathús van átadon, hogy jó, te ennyi hazugságot már nem bírod az életet. Na és a piercingen gondolkodtam el, hogy be kell. Igen, mag piercing. Szemöldökbe. A kis vermax is akkor piercing. Jaj, ne már, Jani, úristen. Miért? Hát milyen bakacs is tesz, hogy belöveted a szemöldöködet. Ezek a faterok motoron szint körülbelül. Tehát, jó, tudjuk, az is szar film nyilván. Faterok motoron, hát adnám az Adam Sandler filmek rosszabbak, de tényleg. Kikérem magamnak, hogy ezt valaki jó filmnek volt, hogy a faterok motoron. Ne már, hogy most egy szemöldök piercinget akarsz betenni. És akkor mi? Hogy olyan van... Mi? Olyan vad lenne, érted? Ez a vágyat, hogy legyen egy szemöldök. Nem, csak hogy mi lenne, ha így átfutott így az agyam, hogy beírnánk ide valakit a stúdióba, aztán átlövetném itt a szemöldökömet. Jó. Én szívesen megcsinálom, csak ne egy elszúrja. És tőzlet. A szemhéjam benne itt. Elnézést, nagyon tetszik ez a szempiercing, de az létezik, hogy a félszemre nem látok. Lenni. Nagyon örülök. Akkor tetes inkább egy orkarikát. De az orka, ne! Kötök rá egy mancogót, és húzlak magam után a Kodály körömbe. Így van. De akkor már legyen a fülembe egy ilyen billogis, vagy én nem a hátam legyen egy billogis, a fülembe meg egy ilyen műanyag cetlő, 70 máj 17. Miért tök jó lenne egy ilyen fekete átszúrt szemöldök? Igen, és van ilyen kis lánc, tudod, amikor már láncot is tesznek, vagy az orba láncot. Nem, hogy valaki odajön, és hogy hívják, kirántja, vagy valami. Nem is tudom, látta valami amerikai akciófilmbe, és az tudod, annyira adja magát az ittszer. Gondold, egy felülsz az 50-es villamos, és véletlen valaki belét kapaszkodik, és van egy ilyen orcimpa szemöldök lánc, amivel ugye te megvilágosodtál 50 éves, hogy ezen a bakancslistádon, és valaki írtene azt, hogy finoman megrántja, te meg térdre esel az 50-es villamoson. Nem, hogy biztos ilyen tatamanya téren van, bókvászos közül villám belecsap a szemöldökömben. Ott talán csak fémet az egész téren. Mondjuk a repülőtéren azért az körülményes lesz mindig kibontani magad. Pláne. Hát ez le kell szedni. Hát ott van az elektromos motor, Janinak, itt írja a hallgató. Gyerekek, tényleg ez elektromos motor perget és kilőtt személy, ez vár rám 50 évesen lassan? Te jó Isten, de jó, hogy... A Feri, hívd már fel a kínaiakat, nem ez a Feri. Tényleg az elektromos motort megígérték. Na, az elektromos motor az jó, az praktis. Tehát inkább mi jut az embernek az eszébe az utazás nyilván? Hát, hogy én Japánba szeretnék el. Az jó lenne, nem? Az egyébként jónak tűnik. Az például jó. Ez egy jó bakancslista. Jó, egyébként valljuk be őszintén, minden férfinak ugyanez az álma. Hát ez a bakancslista, ez mindig úgy kezdődik, hogy előbb-utóbb csak lebarok valakit a feleségemen kívül, úgyhogy már is érdekelek a következő.
Jöjjön, aminek jönnie. Jöjjön, aminek jönnie kell. A számlálat. Tudod, most már nincs nagyon, mint... Úgyis mindegy. Igen, most már nincs nagyon, mint veszteni. Jó, de engem megnyugodtam, hogy nem az, hogy hátadra varadsz, ami nagy tetkóc, vagy valamilyen. Tehát, a fél életet. Szeretném felrakni nagy Magyarország térképet. Nem tudta, nem tudta. Jó, van, adjál még neki. Szép. Egy nagy Magyarország térképet szeretném hátadra. De fordítva. Mit tetováltatsz magadra olyat, ami nincsen meg a fejedben, nem? Tehát, hogy szeretek embereket, és akkor én például ezt nem szoktam nagyon érteni, amikor felvarratják magukra emberek a családtagjaiknak képét. Én ezt bírom képzelni. Én ezt képzeld, de bírom. Mi? Én képzeld, én elgondolkoztam, hogy a két gyerek nevét feltetováltatom. De és hogy, de minek? Csak aztán nem tudtam, hogy a Bennett 2N1T vagy 2T1N, és ezért inkább kijöttem a szalomból. Drágapka, jöjjön vissza, tudja, hogy írják a gyermek nevét, és akkor megalázottan elkullogtam a körúton, és felhívtam Vikit, hogy írják. Név is tök jó, szerintem. Én is bírom, nekem ez egyre jobban tetszik, hogy valahogy egy ilyen... Hát csak érettségizet legyen a tetováló szalomba ott a szakértő, nem? Mi, hogy Noel, egy Nóra, Noel, vagy egy Nóra. Nem azért mondom, hogy egy E betű jelzik, ja, nem Noel. Noel, Noel. Noel. Te hülye barom. És felrak egy nót, meg egy L betűt. Noel. Noel. És áthúzza az L betűt. Noel. Noel. Milyen rejtjeles, de jó ez. És akkor rajtad van a gyerek neve. Én valahogy egyébként látom, én benned látom a tetkót. Tehát te szerintem az a típus vagy, aki ezt csak meg fog őrülni, lesz egy ilyen masszív kapuzárása, és biztos, hogy... És itt rómát tetováltatom magam? Biztos, hogy elindulsz majd, és akkor elkezdesz tetováltatni. Rengetegszer, hogy adtam rajta, hogy mi lenne, ha... A nevét, tudod, a kedvenc, fölrakadsz a hátadra egy egész alapos nyílt képet, a melledre egy zahertortát. Igen, és akkor mindenek tudod, az egy szádvár regéc füzé, és akkor így az egész testem tele lenne, hogy hívják. Minden magyar várat felmaradsz magad. Röntekőszeg. Az emberek egy idő után így kicsit így megkattannak, vagy nem is tudom, ez a középkor, ez hozzá egy ilyen tét nélküliséget. Hogy jó, de ez a tetovás meg a gyerek, meg volt a gyerek, meg volt a család, meg volt minden. Jó, hogy jó, tudjuk, hát a tetovás az milyen. Igen, látjuk Feri. De nem tényleg, szóval, hogy egyszerűen csak egy elindul egy ilyen tét nélküliség. Hát, akkor jöjjön, aminek jönnie kell, már úgy sincs az embernek lesz. Jó, de most mondod, ez a gyereket. Oké. A gyerek nevét, nekem az egyre jobban tetszik. A gyerek neve. Vagy a születés. De nem az arca. Hát figyelj, lehet az, na, az viszont nagyon veszélyes. Az nagyon veszélyes. Na most ez milyen már? Azért én láttam elrontott tetkókat. Tehát amikor úgy volt, hogy akkor elviszed a gyereked arcát egy fényképen, és aztán utána nem az lett. És akkor sárkány kell belőle csinálni a kis Noelkéből, majd akkor csinálod neked sárkányt. Azt mondja, hogy lesz farkas, sárkány vagy denevér. Ezt tudjuk megoldani, drága apuka, mert helyrehozni már nem tudjuk. A szörnyű. És tudod, amikor így kérdezed, hogy nézzét, Walking Dead rajongó vagy? Miért? Hát, nem lett nagyon Noeles. Igen, tehát ott azért a tetováló mester kezébe vagy, ha igen, ha utána megnézed. De te is föl tudod rakatni a virágot, tehát nem akarod venni, akkor rak fel egy tulipánt, vagy egy gerberát, vagy valamit. Elnyomorult lenne úgy, és szállom. Fölraktam a gyerekem, hogy egy gerberát. De nagyon szép, egy búcsi. Figyelj, én erről egyébként, erről a képről, erről mindig a apának a tetoválása jut az eszembe, egy szegény édesanyámnak a képét fölvaratta magára. És én évtizedeken keresztül gondolkodtam rajta, hogy ki van rajta, komolyan mondom, mert nem megengedem. Édesanyámnak a képét fölvaratta magára. És hát akkor milyen volt az arca, amit a gondolkodnám? Vagy... Én nem tudtam, hogy ki van rajta. De tényleg. És sosem mertem megkérdezni? Nem mertem tőle megkérdezni. Mondjuk alatta lévő Ica felirat picit árulkodó volt, de hogy nem hittem el, hogy az anyám. Az Ica vagy, hogy szeretlek Ica? Ica? Nem, csak Ica. Ica? Hát minden, hát azért van rajta, mert szereti. Mindenki odaírni. Ica. Nekem azt tetszik, a gyereknek a feltetoválás az valahogy egyre jobban bírom. Már csak azon gondolkodom, hogy hova tegyem. De nekem az eszembe jutott. Szíved fölé a két gyereket. Ne, jó, hogy a könycsöpöt. Hátamra egy fél lábú kakas. Igen, de Beninek miért van közelebb az arca a szívedhez, mint az enyém? Nem jó, nem a gyerek neve, nem? Hát szerintem nem, de minek? De mit minek? De mit minek? De hogy nem azért, mert elhűlsz, hát elfelejted. Itt van az agyadba, nem azért, mert nem tudod. Melyik is fajta? Olyan ritkán jöttök be ide hozzám, a szeretet. Az aranyakomban. Az aranyakomban. Jó lesz akkor. És megfogod a bőrödet, oda húzod magad elém, akkor már úgy nyúlik. Te most az a Noel vagy, Amelyik gyerek kedvesebben bánik velem is jobb helyre tesz, azt föltetett, tetováltatom nagyobbba egyébként. Milyen az, amikor az ember, hogy kövér fölrakja a feleségét, és nem mondjuk egy nagy fogyókorában ledob 50-et, és az asszony kicsit elmegy egy ilyen gumidő formába, egy ilyen asszony. Hogy magyarázott ki ott, hogy mama ne arra úgy, hát lefogytam, most már nem vagy olyan szép, mint amikor ugye ott feszültél a hasamon még mondjuk 130 kilóval. És egy súlyos fogyókora után mama kicsit úgy összeesik, mint egy ilyen kipukkat lufin.
Á, nem, nekem ezzel nincs ezzel bajom egyébként. Na, kinek van kapuzálási pánikja akkor? Neked. Nem, neki. Nem, én már gondolkoztam az, hogy fölrakom, hogy mit tudom én, Benny, Noel, Viki, és akkor mit tudom én, BMW, és akkor nem jó. Tudom, hogy Merci, SLAMG 60. Nem, mit mondasz utána? Hát ezt nehéz kimagyarázni. Mint Tordján József konkrétan. Gyakorlatilag igen, kicsiben, Tordján József kicsiben, tehát ez nem annyira sikerült ez a tetoválás, viszont vannak tényleg nagyon szép. Igen, csak reménykedsz, hogy élőbe szebb a gyerek, nem? Tehát, hogy úgy megnéz, és azt mondta, Istenem, ad, hogy az élet kegyes legyen hozzá, hogy az élőbe szebb, mint ahogy egyébként. És még ez egy jól sikerült kép? Igen. Ugye pont pénteken, azt hiszem, pénteken volt az ismétlésre a barátságpötty, amit ugye feltetováztattunk magunkra. Egyébként nekem megvan mind a kettőt, abszolút, abszolút jól látszik. Tehát ott vagytok egyébként. Hát abból is lehet majd, abból bármit lehet csinálni. Hát egy pöttyisből, hát nagy gönd. Az oda-vissza dobva akarod, igen. Na jól van, 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jövünk mindjárt egy pici szünet után a nap legjobb pillanataiba. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 van pontosan. Hello mindenkinek, drága hallgatók, újra itt vagyunk, és mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Elmeséltem, hogy milyen az, amikor hirtelen hazamész éjjel egy forgatás után, és rájössz, hogy szakemberek jártak a házadban, mert Viki kitalált, hogy káros földsugarzásban fekszünk, ami egy létező dolog, ugye a Hartmann, a vízér, a fűér. Fűér, vízér, Hartmann, Szentgyörgy, minden. Elmentél fűér, én is hiszek, igen, elmentem kenyér, meg vízér, és elmentem, és akkor szólt, hogy menjek egy gyömbért. Szóval én is hiszek benne, és én is azt gondolom, hogyha ezeknek a földzsugázásoknak a keresztezésében fekszel. Nem! Ezek létező dolgok. Csak amikor arra mész haza, hogy rájössz, hogy idegenek mászkáltak, idegen szagot érzel otthon, és mindenféle ómjelek között mászkálsz, és rájössz, hogy a feleséget kihívta a szakembereket, és megjelölték a területet, és mindenhol ilyen földön, és mindenféle jelek között mászkálsz, hogy hova feküdjél, hova nem, és át van rendezve az egész ház, azért az meglehet. Valaki elveszett állacskádból, ívott a poracskádból, aludt az ágyacskádban. Igen, és kialudt a kört. Nagyon. kialudt a lámpa. Szóval erről beszéltünk, milyen az, amikor szakemberek lepik el az ember otthonát, és arra mész haza élet, hogy átrendezték a lakásodat, és a feleséged, hát tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon diszkréten, nagyon finoman, de elkezdett megőrülni. Szóval, hogy ezt mondjuk ki. Mindenki átért már ilyet, amikor azt gondolod, hogy akivel él, valószínűleg picit kattan. Jól áll neki, de a tény az tény. Igen, nagyon szeretjük, de valószínűleg picit megkattan. Szóval, ezt fogadott tegnap, erről beszéltünk. És aztán nagyon sok hallgatónk írt, hogy ők milyen kompromisszumot kötnek azért, hogy jobban működjön a házasságuk, mit néznek el a párjuknak, szerelmüknek, férjüknek, feleségüknek, csak hogy ne legyen ebből veszekedés. Erről volt szó, valamint egy fura társkereső hirdetésre bukkantunk, amiben egy hölgy, egy vegán hölgy kicsit kiborulva kérdezte a többi vegántól, hogy lehet-e egyébként még magának párt találni, ha megcsokoljon egy dögevőt, és hát vegán hölgyeket kérdezett meg arról, hogy a párok szaga milyen, és ha valaki nem vegán, hogy bírja elviselni, hogy a tetem ott fekszik a hűtőben. Fura társkeresésekbe botlottunk, hallgatóink írtak SMS-t és hívtak bennünket, hogy ők mivel találkoztak, és az első randin, vagy az első e-mailezgés után mi volt a férfi vagy a nő kérése. Hát egészen fura dolgokat hallottunk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt, szia! Jó reggelt! Szia! Szia! Jól vagy, mi újság? Kipszelje be a lábát! Igen. Hát ennél szerintem csak durvábbak vannak egyébként. Betegek az emberek. Hát, tudnék olyat mondani, amin azért jobban meglepődnél. Hallottam, láttam már ezt az, de ez is valójában ez is kemény, igen. Igen. Mi újság? 20 plusz kupak? Kérem? Célbeértésed? 20 plusz kupak, nem kamu. Ugye ez volt a duma, óriás. 20 plusz kupak, nem kamu. Mi ez, Csabi, mi van ezzel a hidegfronttal? Hűvös vanként lehűlt az idő? Lehet, hogy a hidegfront teszi, most a Vikivel beszélgettem, aki szintén beleesett ebbe az allergiába, hogy ma
valami extra csúcsra járatja magát ez az allergia cucc. Tehát lehet, hogy a hidegfront nyom le valamit, te vagy a szakértője ezeknek a dolgoknak, tehát ugye a légkörben most akkor nagyobb koncentrációban vannak jelen ezek a pollenek, vagy nem tudom, és mi történik. És ez lelomboz 10 kupakkal? Kettővel. Bármi jelentsen kettő a kupak. Én szerintem nem az allergia erős, hanem rettenetesen nagy smog van. És így a kettő nem együtt. Te vagy csicska. Igen. Tudod, mit szoktam mondani, Csabi, nem az élet kemény, te vagy csicska. Nem, rettenetesen nagy smog van, és ez felerősíti. Tehát, hogy iszonyatosan rossz a levegő. Ez lehet mindenhol Budapest. Akkor most megnyugodtam, akkor most hátradőlök, és úgy... És még ott van az elektroszmog, de elektroszmog ellen, például sólámpákkal tudsz védekezni. Jó. Ne kezd. Nekünk van minden helyiségben. Én azt gondolom, mi terül még ki? Én azt gondolom, hogy mindig csak én vagyok őszinte ebben az adásban. Közben azért itt vannak rejtett tartalékok. Én beáldozom a családomat, hogy hülyet csinálják magunkból adásba, de azért ott a komoly baj ott van. Mert ez nem az én életem, az a feleségem. Azért mondom, hogy nagy titokminiszterek vagytok ti, nagy titokminiszterek vagytok. Én be ezek mindent elmondok. Mondd, Csabi! Tehát én próbálok hogy tényleg komolyan felvetni problémát, hogy hát, ha mondok valami megoldást, jegyzetelek is, de aztán rájövök, mikor kiléptek innen is kuncogtok, hogy lehet, hogy a fele nem igaz, sőt. Tehát nem tudom, hogy mikor vertek át, és mikor nem. Most például az előbb azt ajánlottak, hogy igyak kecsketejet. Iszom én kecsketejet, de miért? Tehát azért, mert az tényleg jó erre a problémára? Nem, a kecsketej az csak akkor azért, jó, valakinek van eladó, hogy érted a stúdió környékén. A kecsketej az akkor jó, hogyha azzal a kecskével mondjuk parlagfüvet etettek korábban. De nem így. Kell közelebbi kapcsolatba kérdezni. Nem, a kecsketej, meg a kecsketejből készült tejtermékek tök jók, de egyébként a, ja, az allergiai akkor lett probléma. Jani lesz a komoly ember. Most. Aha, most ebben a pillanatban, igen. Meg kellene nézni, hogy milyen allergiád van, Csabi. Most a parlagfű fekete üröm, ez megy nagyon. Ez lesz. Ez lesz az. Megnézed? Ma nem, most azt tudom, hogy ez van. Ne kell menni egy ilyen allergiavizsgálatra. Jó. Csak mindig kihozzák az ember százféle dologra, és akkor fejtsd meg, tudod, hogy azon belül mire. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, jó? Mert ez talán nem érdekel. És, az elején se látszott rajtad, hogy különösebben izgattam. Hát, de csak őszinte vagyok, tudod? Csabit megcsikkedjük mindig. Ha mondja, hogy Morning Show megkapja az ND csomagot. Mármint, hogy én? Mondd. Morning Show. Mit írt? Jót írt? Autosség. Hello, ciao, Morning Show, szia, Csabi, Jani, Feri Balázs, szia. Sziasztok. Hello, hát nem írtad alá, amit itt írtál. Így van. Uh-huh. Igen. De jó, tudom, én nem akarlak ebből nagyon kizökkenteni, hogy hívna? Sanyi vagyok. Sanyi, hol hallgatsz minket? Merre? Monostorapáti. Monostorapáti, és most dolgozol már, vagy elfelejtetted, hogy írtál, vagy már annyi ajándékcsomagod, vagy nem is akartad bemondani? Dolgozom, elfelejtettem. Dolgozod. Mit csinál, Sanyi? Műszaki rajzoló vagyok. Műszaki rajzoló. Az meg elmélyülős munka, nem lehet csak arrébb húzol valamit. Hmm. Igen. Azt írtad nekünk, hogy csak vizet kerestek, Ryanair nem találtak. Jézusen, de fáradt. Jézus atya, úristen, de fáradt. De szerettük, szerettük, úgyhogy te vagy a naphallgatója, Sanyi. Köszönöm szépen. Még ha nincs is ajándék csomag, de viselheted egész nap ezt a kis címet. Jó? Oké. Köszi, jó munkát neked. Szia. Ciao, hello. Csabikám, remek zenék? Hogyne. A Tropical House stílust hozom most nektek. Jézus, hogyha úristen. Ez nagyon hódít meg, mire ráadásul nyár van most még, ez jó, meg nyár után majd azért lesz jó, mert jó lesz visszagondolni így nyárra a Tropical House-zal. Ennek egy ausztrál képviselőjét hozom, Thomas Jacket, aki a... Ennyire közhelyes, rossz nem ez egy Thomas Jack, de tényleg, nincs úristen, nincs jó. Ilyen, nem lehet valaki Thomas Jacknek hívnak. Ő együtt dolgozott ekkora, John Smith-szel egy ideig. Ekkora közhelyparádi Thomas Jack, mint előadó. Most ha ez a Thomas Jack ott Ausztráliában, akinek a szülei ezt a nevet adták, felvette volna, nem tudom, a bármilyen művész nevet, nem, mint például John Jean. A norvég Kygo, akkor meg az lenne a bajot, akkor mi, hogy lehet Kygo? Nem, a Kygo tök jó, az nekem eredeti, de ez egy Thomas nem. Jacknek hívnak, aki hát ez a neve. Valami hát nyomorult farmerek. Honnan tudod, hogy nem ezt fölvetnék? Megnéztem a Wikipédiát. Igen? Ó, hát ez sose hazudik. Thomas Jack. Mit követett el ellenünk? Semmi, a Rise Up című dalt, amiben az a fiatal lány énekel, aki 16 éves még csak, de már legalább 3 éve ontja magából a slágereket. Meg Jackie Joe. Így van. De figyelj, Jack szörnyű károm. Jasmine Thompson. Jézus, egy Thomas a Thompsonnal össze. Ők szerintem nem is létező személyek. Hát ez valószínűleg featuring írja, és abszolút. Gondolod, hogy itt valahol egy ilyen kőbányai stúdióban valakik így összerakják, és kitalálnak mellé ilyen művész neveket? Thomas elképzelhető, Jack. Hogy ez van? Komolyan. Jó, meghallgatjuk. Hát ha jó, adjuk meg az esélyt. Tropical, nem?
Tropical House. Tropical House. Nem biztos, hogy jó. De ez jó dal, vidám dal, Rise Up ez a címe. Jó, Csabike, meghallgatjuk, aztán elmondjuk holnap. Jó, tényleg, visszatérünk rá. 555-55-00 a telefonszám, kérjetek dalt Csabitól, ha szeretnétek, jó? Úgy Csabit és itt csak kívánságotokat, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.